Király.
kertész, Mátyás király urunk, mennybe szálas, érette dapke siránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunánk hömpölygő olaj tengerében, seltűnődék, hová lő az jég. Bécsnek büszke várá, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Nagy daridó lesz itt máma, én mondom. Hát ez szuper buli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire a nap felkel, Lagzi lesz és punktum a jány el kell. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. A végén nincsen játszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. A de kombiné, kombiné, a cipész kombiné, a még az éjjel felhajtom majd én. A daja híd alatt, a híd alatt, a Margit híd alatt, ad ott hagytod a kombinét odat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Tám bizony a tablettás portól kinyúlt, hogy az ember piacon árulják már szegényt, tán elrabolt adta Terry Black a vőlegény. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Régen ült már lopta
Sziasztok, mongufták! Itt is vagyok. Remélem jó a hang hozzám képest, ezt mindig el kell játszani, mert hát nem tudni, minden játéknál más a beállítás. Szép délutánt, jó reggelt nekem, mindig ilyen kómás fejjel láttok, amikor munka utáni napon vagyok. Ez azért van, mert ugye dolgoztam, hazaérek ilyen 9:30-10, felébred a hülye fejem, ezért utána 2 óra, mire elalszok, és gyakorlatilag live előtt kelek 1/2 órával, úgyhogy jó reggelt. Mirtil, Luca, Senki lánya, Umarucsan, Dániel, Lola, Csengettyű, Hanna, Bogi, Whitekagan, Trixiket, Fruzsimag, üdvözletem, jó gyorsan ideértetek, Anna Mari Gulyás, BB Channel, Teja, mi újság, és Victoria, Simén, a Vince Street, jól vagyok én, köszönöm szépen, jól telt a napomat, ugye aludtam. Sziasztok, mongufták, hogy vagy? Jól vagyok, köszönöm szépen, és azért is ezzel a játékkal kezdjük az új évet, mert ugye volt egy videó, ami az, hogy megpróbálok nem elérzékenyülni, vagy valami ilyesmi címet kapta, őszintén 28 percig pofáztam a tervezett 5 perc helyett. Ezt elmesélek egy ilyen fun fact sztorit, hogy mondtam Janának, hogy felveszem azt az újévi videót, 5 perc maximum, ő addig elment pisilni, mondom, akkor maradj addig benn a WC-be, a fürdőben, ne zörögj és semmi, 5 perc és végzek, hát szerencsétlen, a vágatlan anyag 32 perc volt, szerencsétlen nem 32 percig volt bent, hát innen is most már nem mondok olyat, hogy 5 perc egy videó, amit megtervezek, mert hogyha szívből jön, sokkal több, ezt tapasztaltam. Miről szól ez a játék? Szia, Anna Erdélyi! Gyakorlatilag a Life is Strange csak ilyen sztori alapú játékok. A második rész az arról szól, hogy van egy testvérpár, akiknek a neve most meg nem mondom, hogy micsoda. A memóriám kihagy. Van egy testvérpár, akiknek az apukáját lelőtték, egy rendőr lelőtte, ők mexikóiak. Ez azért fontos, mert Amerikában a mexikóiak hátrányosabb helyzetben vannak, rasszizmus meg ilyenek miatt, ezért üldöznek minket, meg köröznek, meg mindenben. Meghalt a rendőr, aki megölte apukánkat, mert a kisrác, a kisöcsém, ő neki van egy szuper képessége, és megölte a rendőrt védekezésképpen, ezért üldöznek minket. Aztán találkoztunk a benzinkúton egy netes fószerrel, ő segített nekünk, elvitett szállodába, adott cuccokat, lett egy kiskutyánk, ott megrugdostak minket, elraboltak, lekötöztek, kiszabadultunk, és onnan folytatjuk, hogy én még hazatelefonáltam a barátnőnknek, hogy mi újság van, de ezzel részben hibát követtem el, mert nyomot adtam a rendőrségnek, hogy le tudják nyomozni a telefonomat, hogy hol vagyok. De megindokoltam, hogyha van egy lány, akit szeretünk, vagy fiú, tök mindegy, attól függ, hogy ki vagy, és akkor még csak fölhívod, oké, magadat veszélybe sodrod, de én fölhívnám, hogy mi újság, meg hogy ne aggódjon, nem haltam meg. Úgyhogy onnan folytatjuk, hogy a kisöcsénk megtudta, hogy apukánk meghalt, mert hogy nem mondtuk el neki, és akkor nagyon dühös lett, és a szupererőt észrevettük, hogy van egy szuperereje, és onnan folytatjuk, hogy még a Life is Strange 1-ben a két kislány, ők kiakadtak, hogy oh my god, visszautazol az időben, meg minden, mennyire bonyolult, meg stb. Addig a fiúk, egyből a fiú Rafko, hogy akkor most pedig tapasztaljuk ki, hogy mi a szuper erőd, és használjuk, valamint volt egy kiegészítő DLC, az pedig arról szólt, hogy bemutatott egy másik kisfiút, akinél az apukája egyedül élt, mert meghalt az anyukája, ha minden igaz, minket hibáztatott a haláláért, és szuperhősöset játszottunk, és az kellett, ez a kiegészítő, mert ebben a részben fogunk találkozni azzal a fiú, valaki akkor még kisfiú volt, hogy értsük a sztorikat. Ő volt Chris, őt megjegyeztem, mert Chris nevű monguftánk van, úgyhogy gyakorlatilag innen fogjuk folytatni. Nagyon röviden elmondtam, mi történt az előző részek tartalmából. Nem, Jana dolgozik. Hát csetre majd lehet, hogy jön. Még valaki azt hiszi, hogy direkt zártad be, de dehogy is. Szia, Fanny! Képzeljétek, megrendeltem a Runa felsőjét. Akik látták, nézik a kakeguruit, azok tudják. Á, értem, nekem majd küldjék vissza egy képet, hogy az milyen. Ennyi. Valamint innen folytatjuk, és még azt nem írtam ki, csak most írtam ki a tagoknak YouTube-on, közösségi fülre, hogy Gréti is tag lett a szilveszteri live-ba, innen is köszönjük szépen, illetve
hogy Lilla XD Live-on kívül lett újra tag, ő már régóta hosszas tag, aztán megszakította, és mindig, amikor valaki megszakít és újra tag lesz, és éppen nem live-ban, nem így, hogy most mondjuk valaki hirtelen tag lesz, és megjelenik ott a kijelző, meg minden, örülünk. Így is szeretném megköszönni, hogy Lilla XD újra tag, úgyhogy köszönjük szépen, 45 taggal folytatjuk, 50-nél sorsolunk. És akkor szabályok, ezt még el kell mesélnem nektek. Szia szerelmem, tessék, itt van Jana, küldjünk neki egy szívecskét, egyből megjött Jana. És szabályok a második résznek a címe. Én besírtam, azazel, ne haragudj, ha itt vagy és visszanézed, vagy bárhogy eljut hozzád ez a rész. Azazel írta, hogy ő keresi, hova írtam a szabályokat, mert rajta van az indexképen. A rész címe a szabályok, nincsenek szabályok, vagyis hogy vannak, kezdjük el. Oppá. Ez mi? Játsz végig fejezetet, hogy elindíts gyűjtögető módot. Lesz gyűjtögető mód? Micsoda? Jó. Lesz valami gyűjtögető mód. Hát én gyűjtögetni nagyon szeretek, úgyhogy örülök neki. És azt is kiírta a belépésnél, hogy a Captain Spirit kiegészítő DLC döntései hatással lesznek a mai részre. Tehát, hogy azt azért is kellett megcsinálni, mert lesznek hatással. Tehát, hogy hatással lesznek. Na. Értitek? Harriet, szia! Egyszer volt, hol nem volt. Egy vadvilágban. Ja, ezt ilyen... Volt két farkas testvér, akik saját odujukban éltek az apjukkal. Boldogan éltek együtt, amíg... Bam! Egy nap a vadászok elvették az apjukat. Örökre. Úgyhogy a testvérek egyedül maradtak, és találniuk kellett egy új otthont. Belekezdtek az utazásba, át a nagy erdőn. A farkas testvérek napokon, éjszakákon keresztül vándoroltak, megtanulták, hogyan boldoguljanak maguktól először az életükben. Az erdőben aludtak, távol a civilizációtól, hátborzongató lények voltak, és alig ettek valamit. Végül a békés gyümölcsösbe jutottak, ahol békében ehettek, a benzinkúton. De nem tudták, hogy a vadászok megpróbálják őket elkapni, de a farkas testvéreknek sikerült elmenekülniük. Egy barátságos medve segítségével megmutatta nekik, hogyan kell túlélni, és segített nekik egy meleg tábor helyet találni. Ekkor a báty felfedezte, hogy a kisebbik nem egy átlagos farkas volt, hanem a szuperfarkas. Én vagyok a szuperfarkas. Így jutottak ők ketten egyre közelebb az apjuk távol földjéhez, ahol remélték, hogy békére lelnek. Hát ezt mondtam el amúgy egyébként így összefoglalónak, de ez egy kicsit látványosabb és szebb volt. De ugyanezt mondtam el, ez történt eddig. Szia Gréti, szia Jasminella, Hargita cifra. Kicsit kétségbe voltam esve, majd de csak pillanatnyi zavar az erőben. Mi történt szerelmem? Imádom ezeket az intrókat, nagyon jól nézett ki. Sziasztok, lenne egy kicsit rossz hírem, karanténban vagyok, de megjön a mágnes és a füzet, ki tudok menni. Mert csak 10 napig, rendben, hát még biztos, hogy később ér oda az egész Lili lengyel, ne aggódj, mondtuk, hogy hó végéig adjuk fel, tehát jobbulást kívánunk. Hát jó, most egy ideig csak hallgatózok, rendben van Lili, másik Lili. Ez tényleg, ja igen, és ezt elfelejtettem mondani, hogy ugye mi rajzolunk, és itt a kutyánk, Gomba, igen, ő a Gomba. Nem vala Gomba, hanem sima Gomba. Na. Lesznek részek, ahol nem lesz zene, mert ki van kapcsolva a copyright a cucca játékba. Előre szóltam. Na, lett egy nagyon szép kendője a kiskutyánknak. Próbáld meg ezzel. Ez túl könnyű volt. Ezt nézd. Ne kérkedj. Pár napja még túl nehéz volt. Hallod? Mondom, én magnetot csinálok a gyerekből. Luke, az erő veled van! Ifjú padawan! Rá ne ejtsd a kutyára, mert agyvérzést kapok. Nagyon jó. Próbáljuk megemelni valami mást. Ne túl nehezet. Emeld meg a bátyád! Ti mit emelgetnétek, ha lenne ilyen képességetek? A bögrét, mihogy igyak?
Aha, hogy most már az E-nél itt is van szupererő, ajajaj. Á, látjátok, átvettük a szupererő képességet a DLC-ből, nagyon király. Gomba. Na, E betű. Megpróbálnád felemelni gombát? Nem akarom bántani. Valószínűleg igazad van. Na, mégse emelte fel a gombát. Mit szólnál azokhoz a dobozokhoz? Na, konzervdobozokat fogunk reptetni. Hallod? Lenyűgöző kis haver. Egyre jobb vagy ebben. Olyan szuper képességünk lesz itt a live-ok végére, hallod? Mutassuk meg pár játékot Danielnek, mielőtt végzünk. Milyen játékot? Szia, gomba! Közben így hirtelen tél lett, csak úgy mondom. Fejezzük be a mai gyakorlást. Hát a szikla az nehéz volt. Nem ismerős az a jelenet a másikból? Ott hogy volt, babám? Felidézed nekünk? Bízz bennem, csak nyugi. Koncentrálj, fókusz. Hallod, ha fölemeled azt a sziklát, én nem tudom. Akkor Herkules is elbújhat. Koncentrálják, kisöcseim. Fölemeled, az kiugrik onnan egy kígyó. Hát ez még gyakorlás kell, ez még nem megy. Ez még nem megy. Dehogy nem megy! Oh my god! De! Hát a kígyó elmarad, de azt a leborult szivar végig. Holy shit! Like a boss. Holnap mehetek a lovamhoz, nem tudom, hogy mondjam. Már nagyon hiányzik. De jó, Fanny, akkor lesz egy szép napod. Hallod? Kis haver. Figyelj! Próbáljunk ki mást. Olyan vagy, mint Aaron. Te vagy az én elzöm. Mi, hogy dobom a hógolyót és vissza tudja elfogni? Mondom, szuperhős csinálok a gyerekből. Közben pedig Instagramra tegyétek ki, hogy indult a live, és hogyha jól érzed magad, dobj egy lájkot. Köszi. Aha, tehát hogy megpróbáljuk, hogy mozgó célpontot el tud-e kapni. Teljesen jó játék. Figyelj, öcsi, dobom. Nyisd ki a hátizsákot, hogy megnézd a feladataid. Na, mutassad a feladatomat. Lett egy csomó tobozunk. A rajzunk, térkép, szuvenír. Találj célpontokat Danielnek. Úgy megtalálom, hallod. Figyeld! Hát ő nem védekeztél! Azt hittem, leállítod. Hát nem túl gyors a gyerek. Figyelj, dobom újra! Fogd meg! Hallod? Eltéríti. Most próbáld a pofámba visszalőni, hogy kapjam meg, mert megérdemlem, megjárjam. Azaz! Hallod, robbant szét! You're a master student. Kiváló diák vagy. Oh! Aha! Hát mindennek megvan az ára. A szupererőnél úgy látszik, ő is gyengül. Reméljük, hogy nem nagyon beteg szegényke. Szia, Anna, közben. Na, jó van, jó indul a rész. Jó indul a rész, fel kellene tölteni a kulacsokat. Jó, hallod? Itt a víz. Napok óta köhög. Nem tetszik ez nekem. Hát sajnos tesztet nem tudok ide rendelni neked, kisöcsém. Kulacsok, igen. Fel kell töltenünk, innentől kezdve mindent az öcsémmel csináltatok. Régi szép idők. We should fill these up now. Don't wanna go out during the night. We should fill these up now.
No. Do you want to go out during the night? Here we go. Egyszerű, megemeled, belerakod, kiveszed. Szia, Cookie Fortune. The Hella Tanker is older than Wildfire Zone. Köszönöm, jól vagyok. Water extraction. Ranger Diaz. Diaz vadőr. Hát igen, azért úgy kicsit gyorsabb. Legyen lusta vadőr. Lazy Ranger. I told you not to. Mondtam, hogy ne használd csak úgy az erődet. Nagyon hideg a víz. Húha! Yeah, dude. Watch it. Figyelj! Seriously. Komolyan! Okay. Megmaradt a kulacsunk? Vagy elvitte a víz? What did you find, Shroom? Mit találtál, gomba? Gomba talált valamit. Rátalálni a házra csoda volt. Odú! Hát, ki lakik Odúba? Kit rejt az Odú? Beszéljük meg szerintem. Nyulat! Itt a hónyul. Na mutassuk meg azt a nyuszkót. Megharapta! Megharapta! Ja! Én bevettem. Engem be lehet ugratni ilyennel. Mondjuk akkor nem nyúl lett volna, bár a nyúl is biztos harap. Moron. Sean? The family that lived here. That kid is touchy. Kiköltöztek, nem mondok olyat, hogy meghaltak. Biztos elköltöztek, azért nem leszek morbid. De minden cuccukat ott hagyták, nem tudom öregem. Egyre bizarabb a szitu. Most már nyulak is elmentek. Megunták az erdőt, lehet. Örülök, hogy elmentek, ez már a mi odunk. Hát, ha te oda beférsz, onnantól az a te odud, én nem veszem el. Ott fogsz aludni, nyugodtan. Odú, vissza vagyok. Mindenkinek kitartást közben. Bebugolt a kutya, tényleg ott rohangászik. Daniel kezd fázni. Menjünk be és melegítsük fel. Hallod? Ott a ház! Hova mész? Hova mész? Hát de ott a ház! Ja, hogy te arról mész. Elnézést. Ja, csapda. Mi az? Még mindig semmi kapás. Nagyon megszívtuk ezzel a csapdásra. Ja, csapdát állítottunk, aha! Jó, így már értem, hova jött a gyerek. Nem esett le, hogy minek fut ide. Grill sütő? Barbecue. Halapennyóval, nagyon jó. De amúgy ez kinek a... Ja, ez a mi házunk. Itt a hóember. We really nailed it with his two-headed snow ogre. Yeah, they're really badass. And Musher isn't even afraid of them anymore. Daniel's definition. Daniel meghatározott a vagány hóemberre. Hát nem néz ki amúgy rosszul. Mit ne mondjak? Hallod, a kutya végig húzza a csíkot. Good doggy. Próbálok rájönni, hogy hol vagyunk. The family who owned that cabin. Család kenuja. Itt az erdőben volt egy ilyen házunk, vagy hirtelen most nem vágom, hogy mi történt. Gomba nagyon vicces, mikor a hóban játszik. Amúgy tényleg viccesek a kutyák a hóban. Ez egy új családi film címe, Kutyák a hóban. Jelenjen meg idén. Hát tudod... Ja, elköltöztek, igen, ide vidékről városba, tényleg. Én is az zavart össze, Krisz, hogy szia Józsi, hogy tiszta olyan, mint a DLC-be volt a ház. Megzavart, összezavarodtam.
Daniel kezd fájni. Faragás. Menekült generációk. Aha, részmunkaidős erdőfoglalók. Jó. Régi játék. How old are these kids today? Where are you going, pup? Nem tudjuk, ki lakik az erdőbe, de reméljük, hogy nem fog minket bántani. Mindjárt bemegyek. Nem az ablakon, az ajtón. Ez ilyen kutyaolnak megteszi amúgy. Kanapé. Leülök, amíg olvasok. Nekem azért 4-es meg 3-as mindig feleletem németből, mert előtte annyira izgulok, hogy amikor kiírnak, leblokkolok. Én is ilyen voltam, Fanny, képzeld el. We're so lucky we found that old cabin. Gave us time to rest and process all that happened. Fel kell dolgozniuk valóban, nehéz lehet a gyászt feldolgozni, ez tény. We're stronger now. De szép amúgy ez a hely. Erdő közepén egy kis házikó, abban lakik nagyanyó. Addig is, amíg itt merengés történik, addig a Dark Banana Swarmnak köszönöm szépen, hogy megosztotta Insta Story-ba, hogy megy a live. Mongufta Family Fannak is, ugye Lucának. Illetve ennyi. Ha még nem tettétek, osszátok ti is, köszönöm szépen, és Instagramon is kövessetek be, Mongufta Family néven vagyunk fenn. Amúgy milyen megnyugtató ez az egész környék, elmegy a Covid, esküszöm babám, elmegyünk egy ilyen erdős helyre, majd tavasszal vagy nyáron, azt mi is kikapcsoljuk az agyunkat egy kicsit. Mit szólsz? Jó lenne, nem? Én adnám. Jól van, Trixiket, jó lecke csinálás. Első a tanulás, második a szórakozás, várunk vissza, és visszanézhető is lesz a live, úgyhogy nem kell aggódni. Használnunk kell Danielt. We had to use Daniel's gift to break in. De lehet, hogy én is be tudok menni, nem? Egyelőre furcsa ez most, hogy hol a tesónkat akarjuk használni, hol magunkat. De cuki a kuty! Hideg van. Tüzet rakunk. Profik vagy. Tűzrakásból csillagos ötöst vagyok. Meg, jaj, szegénykém, kell neked egy frui mucil vagy valami, egy neocitrán. Nátha, azaz. Ma nagyon jó voltál. Az voltam. Nagyon klassz volt. Csak félek, hogy az energiája miatt köhög, hogy túlzottan elhasználjuk az energiát. Ó, ne, Sean, ez egy kísértett ház. Inkább ideje átmenni a szabályokon. Beszéltem már neked a feltűnősködésről, én csak. Igen, meg kell beszélni, a szupererőt nem szabad akármikor használni. Tudom a szabályokat, lássuk. Mi az első szabály? Első szabály, iratkozz fel ránk. Második szabály, rejtsd el az erődet. Ha megforgatsz egy tálcát az étkeződben, mi történik? Az emberek ki fognak akadni. És amikor az emberek kiakadnak, mit tesznek? Kihívják a rendőröket. Pontosan. A második szabály, hogy dobj egy lájkot. Sose beszélj róla. Wow, szép volt, Daniel. Mert általában neked ez a legnehezebb. Fogd be. És az utolsó szabály, ha szeretnél támogatni, szupercset, szupermatrica vagy tagsággal megteheted. Súgtam! Elkerülni a veszélyt? Fuss el a veszély elől. Hát végül is ezek hasznosabb szabályok, mint az enyém. Tudod miért? Nem tudom. Örömmel segíthetnék magunknak. Csak mint a végső megoldás. Végső esetben futunk, nem egyből futunk. Legutolsó esetben futunk. Honnan tudom ezt? Ha van bármi más mód, amivel segíthetnél, akkor nem futunk! Kioktatom, megtanítom én ezt a kisrácot élni. Apa még mindig hiányzik. Ó, szegény. Elvesztette az irányítást, nem kellett volna egyedül hagyjalak, legyen ez. Az én hibám. Nem szabadott volna egyedül hagynom ott kint. De nem segítettem. Nem tettem semmit. Szegény magát hibáztatja. Szia, Dóra. Nem tudtál. Nagyon csúnyán köhög, szegény.
A kutya is félti. Don't worry, Mushroom. Ne aggódj, gomba. I'm okay. Jól vagyok. Oh. She must be hungry. Biztos éhes. Együnk valamit. Mindig éhes vagyok. Ez én vagyok kiskoromban, mindig éhes vagyok. Csak én ma is. Mármint, hogy a mai napig. Készítek valami elemózsiát. Na, miket itt a tűzhely. Gyújtsunk tüzet. Kezdjük azzal, mert addig nem fogunk meleg kaját csinálni, meg ne fázzon a gyerek. My little dog dude, azaz. Nagyon sokszor szédültem, meg remektem, nem tudom, izgulok-e. Kitartás, ezt majd lehet, hogy kinövöd, ne aggódj. Oké, Hargita, köszönöm, hogy itt voltál. Hová tettem az öngyújtóm? Hát akkor meg kell keresni az öngyújtót, mindjárt meg lesz gomba párnája. Aha, tehát ami kimaradt a storyboard, már jó pár napja itt lakunk. Tehát, hogy az már úgy leesett, hogy egy jó ideje itt lakunk, maradjunk annyiba, jó? Képregények. Mondom én, lopják a Fortnite-ból ezt a Weasley-t. Ott a hátizsák, nézzük meg az öngyújtót. Nagyon távolinak tűnik. Na, van-e öngyújtónk? Mindjárt kiderül. A személyigazolvány. Pénz, de kevés pénzem van. AFK. Oké, kulcs. Zsebkés. Fűpipa. Jó, nincsen. Keresd meg apa öngyújtóját, gyújts be a tűz helyet. Jó. Ugye itt vannak a rajzaink. Nagyon jó. Na. Tanítsuk gombát. Mellé küldi. Kell a tréning. Bár mondjuk nagyon szomorúnak tűnik. Ó, de okos vagy. Ül. Gomba, ül. Kislány. Megtudtuk, hogy gomba kislány. A halnak kisöcsénkre jobban hallgat. Csak nem tudod, hogyan kell beszélni vele. Nem felejtem el. Áruló. Jó van. A kisöcsénkre hallgat. Ott egy játékunk. Nincsen elemünk se. Hála az Istennek. Jaj. Apa fényképe. Utálom, amikor éjszakánként hallom, hogy Daniel sír. Itt a táska. Aha, ezt kaptuk ugye a másik csávótól. Meg kell találnunk apának a cuccait. Ah, itt a bunker van. Nézzük meg először a másik oldalt. Régi telefon. Törött képkeret. Törölköző. Törött ablak. Van mit felderíteni egyből. Konkrétan. Száradó ruhák. Tartály. Adjunk hozzá vizet. Hoztam tiszta vizet a fürdőbe, hogy mosakodhatsz. Legalább tisztán tartjuk magunkat, srácok, meg az öcsénket, az egy fontos dolog. Ott a mosogatatlan WC vödör. Egyszer megszokod a googolást, igen, ezt használják WC helyett. Tartály. Pezsgő fürdő, gyógyszer. Milyen pezsgő fürdő? Motelszobai szappan. Lenyúlták a szappanokat. Gyógyszerek. Igen, nem tudni, olyan gyógyszert nem szabad gyerekek használni, amire nincs ráírva, vagy micsoda, vagy az orvos nem engedélyezte. Ez egy nagyon jó dolog volt, hogy nem az volt, hogy bármilyen gyógyszert odaadunk a kisgyereknek. Üres viszkisüveg, cigarettás doboz, seprű, képeslap, családi kép. Aznap nagyon dühös lehetett Daniel, ó. Oh. De ott látszik amúgy a háttérben kicsit anyukánk. Már ahogy látszik. Seprű. Aha. Várjál, cigis doboznál nincsen utalás. Bárcsak több mindenem lenne a dohánynál. Aha, nem. Meg kell találni, vajon a fater hova rakta. Hova rakhatta. Nagyon hideg. Kicsit nézek egy kis csetet. Nekem sajnos nagyon sokat kell naponta tanulnom, meg sokat hiányoztam, osztályozó vizsgát kell tennem. Nyolcadikos vagyok. Kitartás, Daniel. És biztos, hogy fel tudsz zárkózni, ne aggódj emiatt.
Ne féljetek a felvételitől se, srácok, rendben van, Luca. Tényleg minden csak fel van hype-olva, érettségi felvételi amúgy meg tök ugyanolyan, mint bármelyik másik dolgozat, vagy bármi, úgyhogy nem kell félni. Megtöltjük gomba táját, hagyj egyen, vagy igyon. Megitatjuk a kiskutyát. Amúgy jó, hogy ennyi mellékszál van amellett, amíg mondjuk keresem azt az egy rohadt cuccot. Kabát. Tábla. Nincs a kabátba? Nem. Ez a kapott cuccunk. Itt a tábla. Nézzük meg, mi volt. Tehát első lecke. Üvegreptetés november 17. Galjak és levelek. Kicsikövek, nagykövek. December 1 van, ezt is megtudtuk. Lehet, hogy együtt törtjük itt a karácsonyt. Magazinok. Magazinok alatt sincs. Sok időt kellett elütnie, rendben van, a tűzhelyhez még mindig kell a cucc. Elején elfelejtettem mondani, semmi spoilert nem szeretnék, de nagyon köszönöm, hogy nem csináltátok ezt. Eddig nagyon büszke vagyok rátok ilyen téren, hogyha nagyon elakadok, szólok, de akkor külön jelzem, nem kell aggódni. Plakát. Na, itt vannak cuccok, várjál. Színes ceruzák. Tintához szoktam hozzá. Ott egy régi rádió. Itt az öngyújtó elvesz. Nézzük meg, mit írtak az újságba. Persze. Ő a város hőse. Helyi hősre támadtak szökevények a bolti betörés során. Rendőrségre vizsgálatot folytat a benzinkút boltjába történt támadásról, amit a két seattle-i szökevényről követett el. Ezek mi vagyunk, csak úgy mondom. Októberben történt a rendőr halálához Hank Stamp, az 5-ös főút melletti benzinkút tulajdonosa, közösség és megbecsült tagja. Azt nyilatkozta, hogy összetűzésbe került Sean és Daniel Diazzal, az állítólagos bolti lopás. Tudod, mit loptam el? Semmit, kifizettem. Stamper azt mondta a rendőrségnek, hogy jó, a sátrat elloptam második körbe, de első körbe nem loptam. De persze, hogy mi vagyunk a hibások, na mindegy, itt egy levél. Kíváncsi vagyok, hol lehet most Brody. Igen, igen, ezt már múltkor felolvastuk, most még egyszer nem fogom elolvasni. Brody levele. Igen. Danielnek ezt nem kell látnia. Micsoda ez? Gyógyszer, út 21, magánkórház. Egy emlékeztető, önkövetkező, kemoterápiás keze... Nem már! Magárkórházban lesz szeptember 8-án délután 2-kérik, olvas el a mellékelt, ha bármilyen kérdés... A gyerekre... Most vagy az öcsénk rákos, mert kemoterápiát akkor szoktak tudtommal használni, de akkor kiderül, hogy mi a betegsége, ne. Nem akarom elhinni, vagy csak azzal diagnosztizálták, mert nem ismerik ezt a dolgot. Holnap megyek vérvételre, kitartás, Luca, én mindig is utáltam és féltem tőle, majd rosszul leszek. Szia, Siména. Nagyon remélem, hogy nem az lesz, hogy a kisöcsénk a rákos és azért. Na várjál, nézzük meg Danielt. Thanks, Hank. Dickhead. Aha, jót eljátszadozik. És amúgy milyen napotok volt, mert eddig nagyjából úgy belemerültem a játékba, elnézést kérek, csak nagyon vártam a folytatást, december 21-ben volt a DLC, hogy meg se kérdeztem, hogy kinek hogy telt a napja, meséljetek, srácok, amíg begyújtom a tüzet. Azért ez egy nyugis gém, meg tudok állni olvasni. Here we go. Hold on, Mushroom. We're gonna build a fire. A tüzet fogunk rakni. Na, egyből, mert nem fogunk fázni. Dang, I am starving. Éhen halok. Azt hiszem, itt az ideje a főzésnek. Nyami, kár, hogy nem tudok magunkhoz reptetni egy pizzát. Szegény. Elindítanám szállítási szolgáltatását. Na, nézzük meg, hogy mit tudunk megsütni vagy főzni. Az a baj, hogy ebből nem nagyon tudok mit főzni a gyereknek. Hát öngyújtónk van. Hát nem tudok mit főzni, várjál. Hot
odd man issue is kind of weird. Rá kell jönnöm, hogy mi az, amit kaját találok. A hűtőben lenne kaja talán? De nem, ott nincs. Ú, de beteg. Mármint a gyerek. He looks so serious on this picture. Still can't believe he's gone. Aha. I miss him so much, it hurts, Sean. This thing is strong as a rock. I know. Nincsen kajám. Keres egy tiszta serpenyőt. Jó, serpenyőt fogunk keresni. Okay, már nem kell matek tanárhoz kitartás van, és várunk vissza, ha úgy van. Jó matekozás. Okay. Nyugis volt, tanulással teli. Hát gondoltam, hogy így visszamenet a szünet után. Főtt öngyújtó, az finom, nagyon. Nekem is is napom volt, de a live most jól esik, király. Reggel 7 órától munka, délután 3-4 irány a bölcső minimum guftáért. Hogy vagytok egyébként? Jól van ő is. Szia Eszter, én köszönöm, jól vagyok, és te? Na, serpenyő. Várjál, ott voltak a koszos cuccok, nem lehet, hogy elmosom? De, gondoltam, látjátok a vas logika. Felveszem a serpenyőt. Bár így mennem úgy a valóságba, és hogy úgy random az üres serpenyőt oda teszem, és lesz benne kaja. Ezt úgy nagyon adnám. Várjál, hol akarom csinálni? A tűzön? Kis haver, a konyhában incsiklenőző konzervek vannak. Mégis mire vársz? Konyhába? Ja, ott lent. Aha. Jó. Nagyon jó, csak hol használom a serpenyőt? Ott az étel, várjál. Válasszunk kaját! Nehéz döntés. Konzerv. Egyes, kettes, háromas vagy négyes konzervet együk meg. Nehéz döntés, döntsetek. Meddig tart a live, amíg végigviszem az epizódot. Maximum este 8 körül. De annál hamarabb szerintem. Tegnap nagyon jó napom volt, ilyen kis érzelgős. Kellenek az olyan napok is, Luca, és tudom, jól esett, köszönöm, és tényleg meghatottál. Aki nem látta, Insta Story-ba is kitettem, mert Luca nyilvánosan írt egy hosszú levelet nekem, vagy üzenetet. Köszönöm szépen, és innen is szívecske. És Luca, képzeld el, hogy másnak is erőt adtál, hogy még többen is rám írtak aznap, és sok mindent megköszöntek, csak aki nem nyilvánosan teszi ki, azt nem szoktam kiposztolni, mert a magánbeszélgetés, privát beszélgetés az magán. De hogy köszönöm, Luca, mert képzeld, hogy több mongúftának erőt adtál, hogy rám írtak, és tök jókat beszélgettünk meg, stb. Szerencsére nem vagyunk betegek, jól vagyunk, újévi kipihentség helyett újévi fáradtság, én is ezt érzem. Ami így van, Bogi már meg is írt, a 3-as, 2-es, 4-es, 1-es, írjon még valaki egy számot, mert eddig mindegyik konzerv játszik. 3, 2, 4, 1. Amúgy meg tök mindegy, mert úgyis ugyanaz van mindbe. 5. Köszönjük, Viki. Jó, akkor az utolsót tesszük, kész. Jobb lesz, a vacsora után beszélek vele. Jó, akkor már is elkészítem, figyeld. Étel elkészítése. Mondjuk ki tudja, mióta rohadnak ott, de mondjuk a konzerv az állós, tartós. Oj, de szar hangja van. Na az éhen kolbász! Kis kutya? Azonnal kell neki a kaja. Nézd oda. Köszi, Luca. Benne se csalódtam. És már fő is, a finom, nem tudom milyen konzerv. Na, beszéljük meg. Kis haver, ha így haladunk, akkor autókat is mozgatni tudsz majd. Tényleg azt hiszed? Nos, nem lenne jó ötlet, de egyre jobb vagy ebben. Fontos, hogy elismerjük azt, hogyha valaki valamiben fejlődik, és dicsérjük meg, ez egy jó dolog. Azt hiszem, már tudnánk róla. Nézzük meg a serpenyőt. Még nincs kész. Hát még most raktam fő, hát igen, azért már egy ravioli mester vagyok. Idő, amíg elkészül a kaja, hagy följön, addig mit tudunk csinálni. Gomba, az pihen, megpihent a gomba. Kirablom. Azt hiszem, ehhez az ételhez hozzá tudnék szokni, élethez. Ezt akartam mondani, hogy Daniel, megvizsgáljuk a bungalót. Betörök Danielhez. Itt egy rajz. Ó, de jó amúgy ez a rajz, nagyon tetszenek. Ki szeretne ebből a Life is Strange-ból fanartot csinálni a csatornára, ugyanúgy
Örömmel fogadom idén is az összes fanartot, mert tényleg rohadt ügyesek vagytok. Én nem tudnék rajzolni jól. No way, kizárt, hogy hozzányúljak. Oké. Ott a vízipuska. CD lejátszó. I miss listening to music so fucking much. Szegény. Rajztábla. Daniel loves it. Daniel odáig van a vadi új táblájáért. De jó. Daniel loves his brand. Aha, jó. Legalább van játszani az öcskösnek. Nem az van, hogy itt halálra unja magát. Lassan szerintem elkészül a kaja. Mikor lesz kérdéseket tényleg felesleges feltenni? Egyébként, ha nagy frissítés lesz holnap, ha nem, akkor meg jövő héten. Majd még meglátom. Attól függ, mi lesz a frissítés. Na, ételfelszolgálás, elkészült a kaja. És nektek jó így, hogyha ilyen 10 óra körül kiteszem, hogy milyen live várható, ha már tudom, mert most próbálnám idén hamarabb, mint hogy utolsó egy órában, mert tavaly nagyon a végén tettem ki mindig. Már rosszul vagyok a raviolitól. Jobb a semminél. This is real food. It's better than nothing. I'm just tired of the same. Unom már ugyanazt az ennivalót. Szeretnéd, gomba? Azért ne, egyél, gyerek! Egyél! Ezért főztem! Ez a hála! Bele se etté! Ne már! Nem az erő, hanem muszáj enned, mert megdög lesz. Muszáj enni a gyereknek, nem akarom, hogy szokásoddá váljon. Aha, egyre betegebb, amikor használja a képességet. Hát, oké, Luca. Igen, jó így. Szia, Kira, mi újság? Hogy vagy? Milyen napod volt? Sorry. Bocsi, jól vagyok. Hold on. Várj csak. Szia, Unicorn Girl. Hogy vagy te is? Okay. De jó, így lámpával, vagy izé. Meg kell találnom. Aha, térképet, könyveimnél hagytam, hát egyértelműen. This thing is strong as a rock. A térkép kell, ugye? Mert most nem figyeltem. Ott vagyunk. Mi volt a küldetés? Találd meg a térképet és beszélj Daniellel. Aha. De lehet, hogy valahova ide is kitette a térképet. Nothing here. Nincs itt. Daniel, what did you do with the map? Mit csináltál a térképpel? What do you mean? Hogy érted? You know what I mean. Tudod, hogyan értem. Where's the map that was? Hol a térkép, ami a cuccaimnál volt? Oh, this map. Az a térkép. Sátrába, jó, berakta a sátorba. Föl ne gyújtsd a sátrat amúgy. Ó, gomba! Mit szeretnék, gomba? Okay, come on, doggy. Let's go, girl. Menjünk, kislány. Shroom. De cuki. Stop being so damn cute. Hey man, can you call your dog? Szólnál a kutyádnak? Őrző! Ez az igazi házőrző! Sátorőrző! Sátorőrző, kiskutya! What a great team. Sátorőrző, kiskutya. Ott a térkép. Time to play dad talk. Ideje az apás beszélgetésnek. Hát nem lesz egyszerű. Sean! Sean! Van valaki az ajtó. Ne idegeljél már! I don't know. I just saw him now. Mother... Daniel? Ki? Nem áll, már rendesen megijedtem, hogy mi a szar ez! Jó, dicsérjük meg, de rám hozta a frászt. Yeah. Okay. Hallod, mondom, mi a horror játék ez? Már komolyan kirázott a hideg. Of course I did, man. Ez nagyon csúnya vicc volt.
Értem a viccet, de nem szeretem. Okay. Mindjárt nézem a chatet. Azt hiszem, itt az ideje, hogy nekivágjunk az útnak. Nem javulsz. Már majdnem elfogytak a készleteink. Nem, muszáj meggyógyítanom. Igen, csúnya köhögés, ami nem múlik el. Hidd nekem, Daniel. Neked gyógyszer kell. Muszáj gyógyszer találnunk, az tény. Ott a Gunnar livapipa a háttérbe. Valaki tudja, szóljon neki, hogy ott volt a live-ba. Ott van fönn a háttérbe. Karen szülei. Nagyszüleinek élnek, oké. Aztán oda mehetünk, és valószínűleg segítenek majd nekünk. Miért kényszerítesz minket mindig menekülésre, Sean? Mi van, ha nem kedvelnek? Na, így nem fogjuk folytatni. Jól vagyok, köszönöm. Én is jól vagyok, köszönöm szépen. Továbbra is betegen, még az előző hét óta, de jobb fáradt vagyok, és unalmas volt a napom, online oktatás, kitartás, kira reméljük kicsit feldob a live, és jobbulást. Lesz két tengeri malacunk, és már nagyon várom őket. Még picit nem lehet elhozni, csak hétvégén két fiú lesz, nyugodjon békében, Muki. Ó, vigyázz majd rájuk nagyon, és megvan már, hogy mi a nevük, Unicorn Girl. Ugyan, dehogy is. Szia, Gulyás Dóri. Legyen az, egy család vagyunk, ők is családtagok. Plusz tartoznak nekünk azért, amit Karen, amit anya tett. Biztos? Klassz lenne nagyszüleinkkel tölteni a karácsonyt. Tuti szeretni fognak. Papa szupermenő és... Ja, nem ismeri a nagyszülőket. Biztos jó haverok lesztek, nos... Okay. Gombának is bele kell egyeznie, ő is csapattag. Mit mondasz, kislány? Mi? Hol a kajám? Ezt mondta. Mikor? Holnap. Holnap indulunk, ma még itt alszunk. Minél hamarabb, annál jobb. Hosszú út áll előttünk. Valami mókásat kellene csinálnunk az utolsó éjszakán. Mit szólnál egy kis kockázatáshoz, ha nyerek? Rajzoltok valamit a hátizsákodra. Ugye tudod, hogy nyerni fogok egy... Oké. Nem hinném. Na, játszunk valamit. Buli van. Készen állsz a vereségre, kapitány? Vigyázz a valagadra, Cimbi. Na, társasozunk egyet. Vagy mi ez? Olyan, mint az amőba, vagy sudoku, nem tudom. Ó, kockákkal fogunk dobni. Kérdőjel a kincs. 4-nél valami 3 sör, vagy répa. 5-nél egy kalóz. 6-nál a hajó. De egyelőre nem tudom, hogy mi a játék lényege. Nem ismerem ezt a játékot. Talán fahéj és szotyi. Azok jó nevek. Na, kockadobás. Here we go. Csak egy 6-os, 5-ös és egy 4-es kell. Hajóként használ. Jó, legyen meg a 6-os. Ez a hajó az enyém. Dobjunk még egyet. Nem tudom, hogy kell játszani, de azért dobálom. Még mindig nincs kész. Dobjunk még egyet. Júj, nem teljes a hajó, nincs pont. Hát, nem tudom, hogy mennyi pont kell, de nem jött össze. Neki meg egyből. Van, aki ismeri ezt a játékot? Amit játszanak? Jó van, már csak egy 4-es kell. Mindenki a fedélzetre. Nehéz úgy társasozni, ha nem tudod a szabályokat. Győznöm kell, légy szíz. Ő mahinálja őt, biztos, hogy átalakítja. Nagyon félek. Hagyjuk, hogy nyerjen az öcsi, az kész. 16 pont nekem, 0, teljesen jó vagyok. Hallod, dobok.
Ezek az igazi kockáztatások. Jó, kicsit dobtam, dobok még egyet. Yes. Igen. What the hell? Mi a franc? Átforgatta a gyerek, csalt! Hát de csalt! You kidding me? I can see the dog. Látom, hogy úgy gurul a kocka, mondom, hogy csal! Stop cheating, man. You gotta be better than this. Na, dobok még egyet. Ne csaljá! Szia, Veronika! Yes! Full ship. Teljes a hajó. Okay. I'm ready to készen állok hajózni. Minden kocka hozzáadása a zsákmányhoz, jelentsen ez akármit is. Mit csináltunk volna, nem találjuk meg ezeket a kockákat? Ez egy kitalált játék valószínűleg. 7 pont, bár így is kevés. Mikor legyőztem apát sakba? Ti amúgy szoktatok társas játékozni? Vagy kinek mi a kedvenc társas játéka, ha már ez a téma, akkor nyugodtan írjátok meg cseten. Szeretné ezt a játékot, lehet. Egyértelmű. Nagyszerű kalóz volt. Just like us. Mint mi? Diaz kapitány, a tengerek ura. Miért nincs teljes hajóm? Nem ár. Megint 16 pontja van a gyereknek. Dobok. Megvan a hajó. Több mint a semmi. Dobjunk egy újat. Szerinted a mamának és a papának lehet konzolja? Nem hiszem. És dobjunk még egy harmadikat. Szia Zsolt! Daniel atomkocka rosszul van a képernyőktől, kizárt. Közben itt eltársasoznak. Dixit Monopoly Activity, azokat én is szeretem. Bár monopolizni nem monopoliztam, csak egyszer. Harry Potter nevet a végén Monopoly. De jó. Uno. Gyerekek, mennyit unoztam én táborokba. Nagyon sokat unoztunk. Mondjuk szóloztunk, és az Uno meg a szóló között nem nagy különbség van. Valaki tudja, mi a fő különbség, azon kívül, hogy más a neve. Neo, szia. Hogy vagy, mi újság? És nyertem. Oké, megnyerte a gyerek. Végig akartam játszani, felállhattunk volna a társasozás közben, csak kíváncsi vagyok, hogy mit ad, ha vége. Na, rajzolj valamit a táskára. Most nem sietünk sehova. Mit gondolsz? Ó, a medvének egy testet. Ja nem, az gomba. Azt hittem, hogy az egy test. Tudom, hogy nem vagyok olyan jó, mint te, de... Na, majd egy cuki. Mások a kártyák, és talán ennyi. Ja, értem. Szóval kezdjünk egy újat? Nem, most már menjünk aludni, későre jár. Korán kell felkelni. Befejezem a képregényemet, jó? Tényleg van kim valaki? Ne csináld, vagy csak pisilnie kell? Jó, ki kell vinni pisiltetni a kutyát. Kutya, vidd ki, be fog pisilni. Ja, na, itt van, akkor ezt érti. Na, gusztustalan, igazad van. Benne kaksizzon itt nekünk. Az utolsó éjszakánk, szóval bármit megtehetünk. Nem, nincs kint senki, csak pisil a kutyana. Jelöld meg a helyet, már úgyse leszünk többet. A dohányzás rossz, ne dohányozzatok. Mankin és a Benga kedvencem. Azokat nem ismerem, Zsolt, azok milyen társas játékok. Bár amilyen stressz helyzetben van szegény, de akkor sem megoldás. Jön vissza gomba. Végeztem! Kipisíltem magam! De szép csillagos az ég. Hőseink itt még nem sejtik, mi vár rájuk. Folytatás ebben a live-ban. Szegény gyerek, rendesen sajnálom őket.
majd ha lesz Fortis-team lehetek. Jelölj be nyugodtan, Mongufta Daven néven vagyok, de nézd vissza bármelyik Fortnite live-ot, ott megtalálod a nevem. És jelölj be, és ha használod a Support a Creator kódom, azt is köszönöm szépen. Nyugodtan jelölj be, még új vagy a csatornán, tudom, úgyhogy az úgy működik nálunk, hogy amikor éppen az van, akkor meg kell írnod a neved, és a modik összeírják, de ezt majd átbeszéljük Fortnite live közt. Csak azért röviden válaszoltam. Na! Közben nem tudjuk, mit csinál az öcskösben. És most indul a rész! Halljátok, ez a felvezető volt! Bocsánat, hány perce megy a felvezető? Nem kapkodtuk el! 66 perce megy a felvezető, srácok! Ezért kell időbe kezdeni a live-ot, hoho! Elaludt. Most nem mondhatni az idei évre, hogy kapkodok a live-okba, ugye Zsolt? De amúgy nagyon jó kis bevezetője volt. Én is kiégek, hogy ez eddig a bevezető volt, és most indul el az epizód. Hát nem hiszem el. Akkor még jó hosszú live elé nézünk, gyerekek. Kicsit lesokkolódtam. Igen, igen, Neo, én olvastam. De a titok akkor nem mondd el, meg nyilván nem fogom élő adásba lereagálni, meg minden. Igen, láttuk. Láttam. Annyit fűzök maximum hozzá, hogy kitartóan és pozitív hozzáállással minden elérhető. És ennyi a téma. És legyél kedves. Na! Reggel van. Hajnalódik! Kiugrom az ágyból, a gomba már vár rám. Köröm gomba, dehogy is. De megint kell pisilnie. Hallom, hogy kaparász. Mint a torkom. Egy kicsit. Hey Daniel, hogy állsz? Ez gáz. Jövök. Na mi, nem bírja összehajtani a sátrat? Elrakom én a sátrad. Gomba ki szeretne menni, nem hallod? Igen, bocs, menj. Ó, már megint használja a szuperképességét. Le kell beszélni, hogy mindenre ezt használja, mert nagyon beteg lesz. Mi a helyzet? Nem fér bele túl sokat cucc. Hát zsugorítani még nem tudunk. Nincs több trágárkodás. Tényleg ne káromkodjunk, gyerekek. Kicsit visszafogottabban kell lenni. Gyerünk. Lazíts. Mit pakoltál be? Mi a... Ja, de én is káromkodok! Példát kell mutatni. Ne aggódj. A te szupererős bátyát segít. Big Brother! Segít a Big Brother. Király. Dave. Úgy látszik, már majdnem kész, mehetünk. Hol van gomba? Hát ki engedted pisilni? Ennyi ideig pisil? Be ne fagyjon a kukija. Ja, várjál, lány. Akkor Nunia. Később találkozunk, srácok. Az nem jó, Neo, jobbulást. A Monkey egy kártyajáték, amiben fajt és kasztot választva kell egy katakomba oszlopból venni egyet, megküzdeni a szörnyel, fel tudod ruházni magad a 10-es szint. Á, értem, akkor ilyen szerepjátékszerű, és minden szörny után kapsz egy szintet. Aha, köszönöm az infot. Szia, Hanna, hogy vagy? Szerintem mehetünk, ugye mindent összeraktunk, azért ellenőrizzük, hogy nehogy itt hagyjunk valami rohadt fontos dolgot. Gomba párnáját, azaz nem vihetjük el, ott a gögös Gunnar Gedeon. Kaját elraktad föntről? Nagyon helyes. Viszkis üvegek, szerra tesz éjjel. Ott is elraktunk mindent, akkor mehetünk. Útra készen állunk!
De nem tudok kimenni. What? Halló? Miért nem tudok kimenni? Oké. Okay. Okay. Ja, a táska! Jobb lesz felkészülni az utazás előtt. Mi, te is elmész pisilni? Ja, vízre, jó. Akkor fel kell tölteni a kulacsot. Ott, nem. Kulacsok újra töltése, mondom én. Nagyon szívesen. A víz nagyon fontos. Tényleg amúgy naponta igyatok vizet. Vagy valami folyadékot. Megvan a víz. Nem kell pisilnem, nem kell pisilnem. Azt nem mosogatom el, magam után sem mosogatok, nem, hogy mások után. Táska, tatyó, kulacsokat berakjuk. Okay, all done. És akkor induljunk. Hol a fenébe van? Gomba! Daniel! El ne tűnjön a kisrác. Daniel! Daniel! Hey, you out here? Itt vagy? Reméljük csak viccelődik. Se a kutya, se a gyerek. Ez nem jó. Nagyon nem jó. Nekünk meg még mindig úgy csillog a szemünk, mint egy Ken babának. Oda néz. Jó, hát mondjuk könnyű követni a nyomokat, mert a kutya húzza... Ott a pisi. Nem vizsgáljuk meg, de ide pisilt a kutya. Azt egyből megtaláltam. Két napnyi gyaloglás vár ránk. És itt lementek ide. Még jó, hogy a hóba van nyom. Kicsit össze-vissza mentek. Ha sehol se látod Danielt, akkor a Q-val hívhatod. Daniel? Daniel, hol vagy? Danny, Daniel, where are you? La 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 la. Hol vagy? Na ez már nem vicces. Vér! Ne! Mi van? What the fuck happened here? Hogy mi? Egy vér? Oké. Okay. Bene gyűjjön egy medve. Ott a kendő! That's not good. Ne! Ne, 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 ne! Hát van egy olyan sejtésem, hogy nem megfázástól vérzik a kiskutyán. Ne! Daniel? Mi van? Ne! Bassza meg! Egy puma! Széttépte a kutyát! Hát én még sok hatás alatt vagyok. Hát nem öljük meg azért a pumát, de... Nyilván állatvédő vagyok, megölte a kutyát, mert ez egy ragadozó vadállat. Sajnálom a gombát, de nem gyilkolunk állatokat, ne haragudjatok. A ragadozó vadállat is állat. Menj innen, puma! Ne! Ezt nem akarom! Ha baszki! So sorry. It just wouldn't have changed anything to kill it. És ez még a második rész. Nem áll. Gomba! I'm right here.
Nem elég, hogy elvesztettük a fatelt, még a kutyát is meg kellett ölni a játék elején. Fergeteges ez a játék. Minden játékban megölik a kutyát. Hát nem hiszem el. Egy rip szívecskét gombának kérlek a chatbe. De ez mi? Hát a gyerek innentől lelkileg úgy összetört, volt egy állat, amiben beletette a bizalmát, 3 hónapig nevelte, azt megölte a szeme láttára egy puma. Miért kell minden játékban megölni a kutyát? Here. You should do it. No. Az eszembe jutatja, amikor Mukinak ástuk a sírt és eltemettük. Szegény Mukika. De már jobb neki. Haj, de vidám rész lesz ez. Ennek semmi értelme. Még el sem tudtam köszönni. Nem akarsz mondani valamit. Isten veled, gomba. Nagyon jó kutyus voltál, mindig emlékezni fogok. Ahogy keresztül futottunk a havon, és ahogy oda bújtál. És... sose felejtelek el. Oh. So long, Drew. You won't be forgotten. Sean. Szerinted fent van a mennyben? Apával. Hát basszus, mindjárt besírok. Igen. Biztos, hogy vigyázz rá. Várj. Mi van az allergiával? Odafenn nincs allergia. Rendben lesznek együtt. Hát, ne haragudjatok, de... Rázódjunk vissza. Ez csak egy játék. És még mindig hangsúlyozom, hogy ez a rész eleje. Hát igen, a Life is Strange 2 sokkal jobban az érzelmeket lovagolja meg, mint az 1. Ott inkább a teeny story ment, mint az érzelem. Itt meg... nem tudok mit mondani. Hát se házatok nincs, se kutyátok, se semmitek. Szerencsétlen két gyerek, esküszöm. I put both you in charge of the house, Mushroom. Gomba ház, viszlát, srácok. Igen, egyetértek veled, Bogi, nagyon. Hát persze, hogy a haragszom, mi az, hogy emberi érzéseket mutatsz. Ez az volt, látod? Így kellett volna. Meghalt, oszt, megyünk tovább. Hát nyilván nem. Szia, bodza. Mondjuk én azt hittem, hogy nem puma, mikor megláttam a vért. Gondoltam, hogy valami vadállat lesz. Azt hittem, hogy a farkas, de puma. Hát igen, és itt még a második epizód, gyerekek, még van 3 ezen kívül. Amott az 5. volt ilyen érzelmi kavalkád az emberbe. Kitettek maguké, gyerek, gyártók, csináljátok meg a 3. részt, Life is Strange 3. Ha ilyen irányba íveltek fölfelé, van értelme. Komolyan mondom. Oké, Bogi. Igen, meg sokkal más az, hogy nem csak egy ilyen tinisztá szálat kapunk, hanem konkrétan sokkal többet. No, el ne essél, legyengült a gyerek.
Hello, újra szerencsére kihagytam azt a részt, ahol Gomba meghalt, amikor először néztem végigjátszást, azóta olvasok címeket, címkéket mindig. Értem. Igen, itt nyilván zene szól, ti nem halljátok, mert azért most már hála az égnek van egy ilyen opció a youtuberek és streamereknek a lehetősége, hogy kikapcsolhatják a copyrightos zenét. Hogyha te önmagad majd végigjátszod, nyugodtan hallgass meg, biztos nagyon szép zene van, de azért mi inkább kikapcsoljuk tényleg. Két dolog miatt, nem feltétlen csak a bevételszerzés miatt, hanem az az egyik ok, ez nyílt titok. A másik az pedig, hogyha nagyon sok, ott egy őzike, nagyon sok copyrightot kap egy youtuber, akkor azt hiszem, hogy egy ilyen nagyon nagy szerzőjogi figyelmeztetés után három után törölhetik a csatornát, de ez nagyon messze van nekünk, még egy ilyen komolyabb izénk se volt, hála az égnek, le is kopogom, de hogy emiatt nem kockáztatom be ezeket. Csak hogy értsétek, hogy miért nincsen zene, jó? Hú, vándorlunk. Tüzet raktunk megint. Azt hiszem, hogy gyakorlatilag átmentünk egy hídon, megyünk előre, de rohadt hosszú ez az erdő. Kíváncsi vagyok, hogy karácsonyra odaérünk-e, ahova megyünk, vagy nem. Szia Katalin, nagy mi újság, hogy vagy? Na végre kiértünk az útra, csak most nehogy megint benzinkúthoz menjünk, mert oda már nem menjünk vissza. Mondjuk haladunk előre, nyilván nem fogunk visszamenni. Nagyon köhög a gyerek. Az egy bagoly, vagy egy sasólyom, talán bagoly. Jóban felkaptuk az öcsénket a nyakunkba, mert hát már nem bírja a gyaloglást, érthető. Szegény beteg. Megszokott fák, ezeket rengetegszer láttuk már Life is Strange-ekbe. Hullahó, és itt egy autó. Jó, de hosszú bejátszást kaptunk. Braver Creek welcomes you 1881. Megérkeztünk valami városba, ahol eligazítást kapunk, ha jól látom. Ott a Liou úr, vagy mi a bótnak a neve. Itt úgy látom, ez csak ilyen kis kitérő lehet. És akkor mindjárt meglátjuk, hogy honnan folytatjuk tovább. Itt egy nagyon hosszú részt átugrottak, tehát úgy voltak vele, hogy ne végig gyalogoljuk, hanem csak sztoriba megmutatják, hogy tovább jutottunk. És akkor onnan megyünk tovább, hogy úgy látszik ott a városba, vagy útba igazítást kaptunk, vagy nem tudom, de hogy itt vagyunk. Készülnek a karácsonyra. Ott már ki van díszítve a ház. Sikerült, Daniel. De jó, megérkeztünk, sok időt eltelt azóta, hogy itt voltam. Reméljük, a nagyszülők pozitívan fogadnak minket, mielőtt megszületés, nem az lesz, hogy Merry Christmas. Boldog karácsony mindenkinek a cseten, boldog karácsony. Kívánjunk egymásnak utólag is boldog karácsony. Reméljük, hogy jól fogadnak a nagyszülők, és nem az lesz, hogy már eladták a házat, nincsenek itt, meghaltak, elutaztak, vagy utálnak minket. Apa azt mondta egyszer, mérges lett, mert engedte, hogy bevigyék egy hógolyót. Oké. Tehát nagyon szigorúak a nagyszülők, nem akarunk disznókat látszani. Disznónak látszani, jó. Vissza kell fogni magunkat. Tudunk csengetni, jó. Csengetjük. Jó estét, meghoztam a pizzát. Nincs itt senki? Hallunk. Elnézést, nem akarunk. Hello, Claire. Te vagy az, Claire? Sean? Jaj. Ő. Daniel? Ja, igen, mi vagyunk. Mi folyik odakint, hallottam. Nézd, kik vannak itt. Ennyi idő után. Jó, pozitívan fogad minket a nagymama. Mi a fene folyik itt? Steven, vigyázz a szádra. Hát... ez egy elég hosszú történet. Ó, szegény pára, tudod, hogy beteg, igaz? Igen, de oké, befelé. Jaj, de jó, kedves nagymama hangja van, és amúgy remélem meggyógyítja az öcsénket. Grossmutterhez bejöttünk. Ennek örülök, én féltem attól, hogy innen is ki leszünk rúgva, mint a nem tudom mik. Na, meleg kakaó, vagy kávé, vagy teja. Már ott gőzölök, vagy bögrésleves, teljesen mindegy, kicsit koszos a körmünk alatt, majd megmossuk.
Oly de szép asztal. Kis karácsonyi hangulatba átcsapunk. Na, most már legalább nem érzik kivert kutyának magukat. Remélhetőleg. Merry Christmas, zokni. A tulipánok, valószínű művirág télen. Bár a nagyapa annyira nem örült, hogy itt vagyunk. Az elég meleg neked? Meleg, igen, 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 igen. Jó és kellemes. Adtam Danielnek köhögés csillapítót, de jobban kell rá figyelned. Rosszabb is lehetett volna, szerencséd volt. Jó, oké, jó pont, a nagy nap meggyógyítja a kisöcsénket. Jaj. Nézzük meg a festményt. Emlékszem erre. I think it used to... Fuck. Did I make a mistake coming Hiba here? Volt idejönni. Oh, shit. Francba. I'm so hungry, my belly. Annyira éhes vagyok, hogy már fáj a hasam. Fél egy kicsit. It's good to be inside. Jó itt bent lenni. Finally. Végre. I just hope they let us Remélem hagyják, hogy maradjunk éjszakára. Csak nem lesznek gonoszak. Feel so awkward. Olyan kínos, hogy itt kell lennem. Ó, de rosszul érezzük magunkat már megint. Nem tudok felállni meg semmi? Hát akkor várnunk kell. Mit iszol? Aha, szerintem ilyen kakajószerűség. Vagy forró csoki. Forró csoki is lehet amúgy. Az se kizárt. Na mindjárt kiderül, mire jutnak. Na, megjött Claire nagyi. Jól vagy, szívem? Kérsz még valamit? Kösz. Kaját! De! De ő nem kér. Nos, Sean. Szeretnél beszélni a... Néhány hete felhívott minket a rendőrség. Gondoltam, hogy nyomozták, titeket keresnek, mint gyanúsította. Egy gyilkosságban. Ó, oh, de ennek ellenére beengedtek! Támadásért a rablásért a benzinkútnál. Szia, feja! De jó ez a nézőszög. Most pedig azt akarod, segítsünk, ugye? Nem. Ti bántottátok azt a rendőrt Seattle-ben? Hát nyilván bántotta az öcsém, mert megölte. Nem tudom, nagyon hülyeség, komolyan. Húha. De tudom, tehát azt kizártam. Komolyan. Szerinted én öltem meg a rendőrt? Ne légy mérges, Sean, meg kellett kérdeznünk. Csak azt tudjuk, amit hírekben láttunk. Csak annyit tudok, hogy... lelőtte apát. És most már nincs többé. Ó, édesem. Nagyon sajnáljuk, ami édesapátokkal történt. Amúgy nagyon jó szinkron hangja van a néninek meg a bácsinak. Teljesen, mint egy filmet néznénk. Miért szöktél el? Hogy megvédjem Danielt, legyen az, hogy megvédjem Danielt. Nem akartam, hogy Daniel így lássa apát. Úgy éreztem, meg kell védenem. Értem, de ó, azaz el, sajnálom. Nézd az Insta sztorit, azért szoktam kérni, hogy tegyék ki. Tudod, hogy a rendőrség elválasztana minket egymástól, talán örökre, de örülök, hogy itt vagy azaz el. Még a negyedénél vagyunk kb. Daniel lehet, hogy nevelőszülőknél lesz. Aha. Nem lehetsz benne biztos, Sean. Akárhogy is, legalább élve ideértetek. Örülök, hogy itt vagy. Épp tanulok, de mindjárt jövök. Tanulj meg, aztán várlak, még hosszú lesz a sztori szerintem. Nem szeretek arra gondolni, mi történhetett a kettőtökkel. Hát ne is, nagyon rossz dolog volt, most halt meg a gomba. Hosszú távú megoldásban kell gondolkodnod. Próbáltam. Esküszöm. De nem vagyok képes mindenre. Szóval, örökbe fogadtok minket? Mik a terveid? Nem akartok örökbe fogadni? Mi ez a játék? Bocsi, hogy
későn kérdeztem meg. Life is Strange 2, igen, nézd vissza a live elejét, majd elmondtam, hogy miről szól meg, stb. Ez egy ilyen sztorizós játék, tényleg. Hát Mexikon kívül én adnám, ha örökbe fogadnának, úgyhogy valamit kitalálok. Csak vigyázni akarok Danielre. Megvárom, míg jobban lesz. Mielőtt újra útra kelnénk. Mégis hogyan vigyázhatná az öcséd, amiközben a rendőrség elől menekültök? Hát nehezen. Ti ketten velünk maradtok. Úgy legyen! Ó, Steven. Talán. Miután anyád elment, apád nem szerette volna, ha részesei lesznek az életeknek, részesei leszek az életeteknek, nem hibáztatom érte, de még mindig a családunk tagja vagy, és ezt be akarjuk bizonyítani, oké? Okay. De rendes a fater! Szia, nagy fater! Szia, Mufi! Hali, utána jó házi készítést, és Andrea, neked is hello, hello, örülök, hogy itt vagytok, srácok. Figyelj! Köszönöm. Ez... nagyon kedves, Steven. De lesz egy Demi. Köszönöm. De oké, de tisztáznunk kell a ház szabályait. Hála az égnek, talán megoldódnak a dolgok. Semmi rendetlenség, nincs kiszolgálás. Errefelé a legfőbb szabály, hogy ne kelts feltűnést. Na, úgy látszik, lesz egy boldog karácsonya. És kíváncsiskodó és... pletykás. Maradhatunk? Nagyszerű. Ó, Sean, tudod mit? Rejtett Elsa vagy Csipke Rózsika. Hé, neked pihened kellene, fiatal ember. Igen, kellene. De már jobban néz ki. Legalább Daniel jobban nem lesz, addig itt maradunk. Aztán meglátjuk, hogyan tovább. Királyság! Szóval fogadok, hogy éhesek vagytok, gyorsan készítek valamit. Csak ne spagettit vagy, amit ettünk egész hónapokon át. De jó, kis happy rész is legyen, ha már elég negatívan kezdtük a részt. Jaj. Na nézzük meg, milyen az új szobánk. Az, hogy rend van az erős túlzás, de aránylag. Hogy érzed magad, szuper farkas? Sokkal jobban. Kényelmes és meleg van itt benne, és az ennivaló nyami jó érzés. Jobban érzed magad? Jól nézel ki. Szeretem ezt az ágyat. Köszi, mama. Lement a lázad, jó van. Sokkal jobban vagyok, még nem kellene valami. Mit szólnátok, ha imádkoznánk egyet és hálát adnánk? Ah, de jó. Oké, szia, jó játékot. Hali, Yellow Tree, mi újság? Kivéve, hogy történt onnan. Fentről származik. Plafontól? Szóval készen állunk az imára? Yes. Csináljátok utána. Sure. Minden segítségre szükségünk van. Megkérnéd, hogy áldja meg apát. Ó, de cuki. És Sean-t. És Gombát. És téged, és papát, és... aj, de cuki, gyerekek, mindenki más. Olyan aranyos vagy. Köszönöm, Uram, hogy Sean és Daniel biztonságban és épségben eljutott hozzánk. Gondoskodj Estebanról és Gombáról. Kérlek, adj nekünk erőt, hogy túljuthassunk a múlt nehézségein és megpróbáltatáshoz, ami még hátra van. Amen. Amen. Kíváncsi vagyok, hogy reagálnak majd, ha kiderül a képessége. Na, attól én is félek. Semmi durvulás ideben. Reméljük, hogy nem hamar derül ki, Zsolt. Túl fáradtak vagyunk, jó ét. És még egyszer köszönöm. Jó ét, mama. De cukik.
Igen, Zsanett, de ez most hogy jött ide? Jó érzés, hogy újra van ágyam. És fürdőszoba. Igaz. Plusz már nem bűz lesz, mindegy. Nos. Claire nagyon gondoskodónak tűnik és kedvesnek. Azt hiszem Steven is ilyen. Remélem itt rendben leszünk. Én is. És ami még fontosabb, hogy lesz időd meggyógyulni. Sean. Anya régi szobájában vagyunk. Szerintem nem ez az. Legalábbis úgy rémlik. De már jó ideje volt. Lehet megéhezhetnénk volna. Megkérdezhetnénk, lehet-e megtalálnánk pár holmit. Vagy mi volt? Nem bírtam elolvasni, gyerekek. Miért? Miért akarod megnézni? Én csak semmit nem tudok róla. Ó, megértem. De most arra kell koncentrálnunk, ahol vagyunk. És ahová tartunk. Anya elhagyott minket. Így döntött. Ja, hogy nem tudjuk az anyukánk, mert hogy eldobott minket. Értem, most pedig mi döntünk. És nem fordulhatunk vissza. Érted? Igen. Azt hiszem. Hé, öregem. Nagyon jól csináltad a... Tudod. Azon tűnődtem, hogy hogy csinálod. Ja, a szuper képességet. Nem tudom. Csak koncentrálok, és megtörténik. Hát ennyi, koncentrálni kell, és megtörténik. Fáj. Össze kell rakni a képet. Inkább viszket. Ó! És kimerít. Sajnálom. Viszket? Értem. Emlékszel a szabályokra, igaz? Nem akarjuk, hogy Claire vagy Stefan elkezdjen kérdezősködni. Tudom, tudom. De tartsd is be, öcskös. Nem utasd, nem mondd, csak tartsd ezt észben, és minden rendben lesz. Hát úgy legyen. Aludj jól, kis manó. Hát good night, jó ét nekik. És már reggel is van. Hát, azt nem mondom, hogy rend lett a szobába. Oregon Beaver Creek egy héttel később. Eltelt egy hét ezek szerint, de mondjuk jó lenne, ha rendet raknánk, mert tényleg az lesz a baj, és azért fognak kidobni minket. Már nincs itt az öcsénk. Ó, valahova, hát reméljük, hogy csak lement beszélgetni. Halli, Anna, örülünk. Úgy néz ki ott a poszterem, mint Naruto. Öregem, egész nap tudnék aludni ebbe az ágyba. Ki az, aki egész nap tudna aludni? Én jelentkezek. Ott van Stefan könyv. Elég klassz. I love that Steven only has crime and train books. That's cool, Claire. Klassz, hogy Claire előásta ezt nekünk, egy régi fénykép. Apa nagyon vagány abba az öltönybe. Kíváncsi vagyok, Brody észrevette, hogy eltűnt a hulalány. Igen, ezt elhoztuk a kocsiból. Itt vannak a dobókockák. Titkos erdei kunyhós kalandról. Fülvédő. Kösz, Claire, de sosem vennék fel ilyet. Én Janának annó vettem fülvédőt, ti használtatok már fülvédőt? Fakockák. Aha. Fucking awesome. Űrjáték. Daniel knows how to milk grandma. Hogyan kell több játékot kicsikarni a mamától. Na, lett valami új cuccunk? Várjál, feladat, menj le reggelizni, ez lesz a feladat. Ezeket hoztuk el végül. Itt még nincs új rajzunk. Majd nézni kell tényleg, hogy hol tudunk újat rajzolni.
Másik hátizsák. Nem hiszem el, hogy pont egy hónapot töltöttünk el odakint és túléltük. És ott a gomba. Na hát igen, azért ebben a hátizsákban kicsit több minden van. Tolltartó, a plédet is elhoztuk, régi könyv. Mi az, ami nem volt itt? A levél. Oké. Pretty badass. Nagyon kemény. Ott a pizsama. Daniel looks like a toad. Úgy néz ki pizsamára, mint egy bűnöző. Én is már aludnék, de nem megyek el, mert jók vagytok. Köszönjük szépen. Hát a fáradt vagy, pihenj nyugodtan. Én csak délig, annyi munka után meg is érdemelni az egész napos. Hát jó, de nekem ez feltöltődés az, hogy itt vagyok veletek, és hogy együtt éljük át ezeket a pillanatokat, meg ilyenek, úgyhogy... Hú-hú! Gondolkozok, hogy el kéne mennem pisilni, és hogy addig lemenjek-e. Szerintem addig nem megyek le, csak így megállítjuk. És benyomom a visszaszámlálót, nyilván nem lesz 10 perc, srácok, körülbelül egy 2-3 perc, mert hozok innivalót is. Addig maradjatok itt, hozzatok ti is innivalót, menjetek gyorsan pisilni, és mindjárt folytatjuk is. Illetve tegyétek ki Instastoryba, hogy még tart a live. Egy 3 perc maximum, és folytatjuk tovább a live-ot, csak annyi kávét ittam meg vizet, 3 pohár vizet ittam ébredés után, hogy muszáj elmennem, úgyhogy jövök mindjárt. Király, 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 a béka király. Quack, 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 quack. Na itt is vagyok, gyors voltam, mi? Látom, többen elmentetek, addig betartottátok, hogy mondtam, menjetek pisilni, stb. Majd visszatérőket várjuk. Akik pedig itt maradtak, azok már láthatják, hogy visszatértem. Hú, hát ez nehéz volt összehozni. Szia, Luca újra! Na, kilépünk az ajtón. Öltöz fel! Jó, akkor addig felöltözünk. Claire-nek a reggeli olyan, mint egy állásinterjú. Keressünk ruhát. Mondjuk ott vannak. De várjál, hol a mi ruhánk? Ott van. Claire azt akarta, hogy dobjuk ki a ruháinkat. De meggyőztük, hogy egy kis varrás segít, jó? Felöltözés. Hát köszönöm, Anna. Siettem. Lent meg már szétvuhúzzák magukat. Most már kimehetek. Jó. Akkor menjünk. Sean! Ja, ezért húhúztak! Végre! Hoppá, nagypapának milyen vasutas cucca van, nézd oda! Okay. Beszélgessünk. What's up? Mi a helyzet? Nézd, ki van itt. De már lekésed a 9:15-ös vonatot. Azt a demenő amúgy. A terepasztal, hatalmas terepasztal, rohadt jó. Majd megyek következővel reggeli után. Ezúttal ne késsel. De jó. Örülök, hogy ilyen jól kijönnek. Hát én is.
Na nézzünk még itt körbe, mielőtt lemegyünk. Itt a fürdőszoba. Better not sneak in. Jobb, mint ha nem, jobb, ha nem mosanok be, nem tetszene nekik. Ja, ez nem, ja, a hálószoba, nem fürdő, bocsánat. De legalább betartjuk. Itt a fürdőszoba, this is fürdőszoba. Art. Régenben utáltam a fogmosást. Pont mint Daniel. Na, akkor kezdjük el a dolgokat. Mossunk arcot. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Hogyan éltük túl hetekig meleg víz nélkül? Nem mosunk fogat? Múlt éjjel láttam ott egy fogsort, vajon Claire? Jaj, ott a szennyes. Oké, lesz bőven téli ruhánk. Ablakot tudnánk ott pucaválni. Gyógyszer. Törölközők. Őrületét mennyire tiszta és rendezett minden. Ezért gyorsan rendetlenséget csinálok. Remélem sosem kell ilyenbe kapaszkodnom, hogy kakáljak. Hát igen. Nem egy utolsó dolog, ha le tudsz guggolni, kakálni. Itt vagyok, szörpöt töltöttem. Jó tetted, itt egy váza. Ez már vagy 10 éve, hogy eltörtem. És megragasztották, látod? Zárva volt, amikor ide jöttünk. Ott lakik a yeti. Na, kicsit flegmák lettünk, nem baj, menjünk le. Társas játékoztunk egész este, úgy látszik, úgy látszik. Jobb lesz, a konyhában megyek. Ójjaj, nézd ki, ébredt fel. Az az ágy. És itt mit találok? Semmit. Ezért megérte ide bejönnöm. Leülhet, Sean. Hát még köszönöm, hogy megengeded, nagymama. Miért olyan nagy a szád? Miért olyan nagy a szád? Mert akvárium, hallod? Én még körbenézek, én még egy új vagyok. Én még itt sose jártam. Csak egy hete lakok itt. És még csodálkozok, hogy mennyi mindenetek van. Na jó van, mi az Nesquik? Nem, asztal. Reggelihez csatlakozás. Csatlakozunk. Madaras izéje van, tányérja. De jó. Daniel, reggeli. A bátyád már kész. Papa megmutat nekem egy tehervagont. Steven, az unokádnak ennie kell. Később is megmutathatod neki a vagont. Jogos. Tetszik, ahogy kezdenek kijönni egymással. Csak attól félek, hogy túlzottan megszereti, és el kell majd mennünk. Segítsünk? Vagy mással? Ne aggódj. Sötétben is meg tudom csinálni. Én live előtt ettem egy pizzát, és hát délelőtt. Befejezték a játékot a fiúk. Utasok mellett van egy sürgős küldeményünk is, de leállt a motor. Egyenesen a műhelybe kell mennie. Jó. Semmi vonat a konyhába, emlékszel? Ú, de szigorú a mama! Van narancsjuice. De amúgy én is megérzek, hallom a kaját, hogy készül. Meg tudja javítani a vonatait, de a konyhámat nem. Hát, rip. Mit főztél? Rántottának néz ki. Eleget csináltam, minden rendben? Nagyszerű. Mind mindig. Te vagy a legjobb szakács. Úgy tűnik, kezded megszokni az új vidéki életedet. Szép. Jó dolog távol lenni mindentől. Irónia. Olyan, mintha mi lennénk idekint. Egészségemre. Biztonságosabb, mint a nagyvárosba. Klasszit, Isten áldjon.
Jól ki fogtok jönni a szomszédainkkal. Próbáltunk segíteni, mint Charlesnak oda át. Elvesztette a feleségét, és neki és a fiának nehézé váltak. Ó, most esett le, hogy a nagymama! Ő volt az előző részben a DLC-be, és hogy itt ismerjük meg az új szomszédot, a Chrissy-ket. Most áll össze a kép. Azt hiszem, egy idős veled. Jó, most állt össze a kép. Jobb később, mint soha. Ne varázsolj! Hagyd abba! Stop it, you crazy? El fogod ejteni! Hey, what's going on back there? Nothing. Ne hozd rám a frászt! Azt hittem, Steven az, aki gyorsan eszik. Hát hallod, fél perc alatt bedarálták a reggelit. Kérdezni akarok valamit. Arról az emeleti zárt szobáról. Az lesz anyának a szobája, tuti. Mondtam már, Daniel, nincs oda bent semmi látnivaló. Tuti, az az anyja szobája. Akkor miért voltál ott ma reggel? Mert nagyon sok régi kacat van ott. Ójjaj! Ezen kívül nem biztonságos felfedezni, oké? Okay? Ó, félek, hogy be fogunk oda menni akkor is. Én is akarok ilyen erőt. Hát figyelj, Jediknek megvan. Látszik, hogy jobban vagy. Menjél ki játszani a hóba, látszik, hogy jobban vagy, betegedj le újra. Tehát, hogy jó, viccet félretéve, de oké. Okay. Légy óvatos, senki se lásson meg. Maradj hátul. Hát veszélyes kiküldeni a gyereket amúgy. Mármint, hogy így, hogy menekülünk is meg minden. Talán el kellene mondanod neki, hogy az volt Karen szobája. Az most már csak egy szoba, Sean. Nincs ott látnivaló. Akkor miért van zárva? Olyan, mintha rejtegetnétek valamit. Nincs titok. Ott, azt hiszem, hogy mi van, ott van az anyja hullája, de remélem, hogy nem. Úgyhogy senki sem megy be a szobába, oké? Okay. Nem fogunk bemenni a szobába! Amúgy sem érdekel. Szia, Máté! Dehogy megyünk mi abba a szobába? Mindannyiunkat elhagyott. Akárhogy is. Én házamba tiszteletbe kell tartani a szabályaim. Ki leszünk innen vágva, de megnézzük azt a szobát. Mindig. Értékelem, Sean. Most jobb lesz, ha megkeresed az öcsédet. Van egy fészer, néhány régi játék, a biztos Stephennél van a kulcs. Jó. Jó, kérjük el a kulcsot. Elvileg meg lehet tanulni, már mint ilyen nagy kocsikat és tányérokat nem nagyon lehetne. Igen, igen, van valóban ilyesmi. Festőállvány, utazós kép. Hol készültek ezek? Nehéz elképzelni, hogy Claire és Steven beutazta a világot. Tengerparti kép. Nyugdíjba vonult, elmentünk Hawaii-ra, hallod-e? Lementek Hawaii pizzát enni. Máshová is mentél? Kicsit beszélgessünk. Halad se láttam még benne, mióta itt vagyunk. Ne hagyd, hogy ami veled történt, elfordítson az országtól. Beszélgessünk! Claire, mi jár a fejedben, Sean? Ezt kérdezi a Facebook is. Mit gondoltál apáról, apa temetése, mióta vagytok házasok, szomszédokról? Na majd mindjárt elkezdjük ezt. Sean egyik osztálytársamnak második neve, Vov. Szia, Katalin, mi újság, hogy vagy? Dehogy nem megyünk, igen, miért véletlen sem megyünk mi oda. Találta YouTube-on egy olyan videóst, aki olyan, mint én, vagyis allergiás a vízre. Vov, ezt nem is tudtam, hát kitartás, az jó nehéz lett. Mióta vagytok házasok? Ójjaj! Egy örökké valóság óta. Majdnem 40 éve. Vov, az szép!
That's more than twice Ez my több, age. mint kétszer annyi, ahány éves We both were vagyok. married Mindketten during megházasodhatok, igen. Thanks for Köszi, hogy making még me feel öregebbnek even older. érezhetem magam. I assume you must have a Feltételeztem, girlfriend van barátnőd, vagy... Majdnem. I almost started Majdnem elkezdtem randizni ezzel az egy személlyel. But I guess... De azt hiszem... Not anymore. Ebből már nem lesz semmi. I understand. Értem. Hát azért sose tudni, hogy nem lesz semmi. Nem tisztességes, hogy ezzel mind meg kell küzdened. A dolgok meg fognak változni. Mit gondoltál apáról? Elmondhatod, nem leszek mérges. Független volt. Tudom, hogy nem igazán jöttetek ki egymással, csak... Esteban nagyon különbözött tőlünk. Soha egy lépés sem tett azért, hogy ezen változtasson. Próbáltátok? Vártettem volna. Néhány hídon nem kelhetsz át. Már csak sajnálhatom a dolgot. Hát igen, azért kell azelőtt lépni, mielőtt megtörténik az, hogy már visszahozhatatlan. That's a very kind thing of you to say, Sean. Thank you. Szomszédok? What's the story with Mi a helyzet a szomszédokkal? Charles-szal? Szegény ördög kosárlabda edzőnek kellett volna lennie, de ide kellett költözniük, miután meghalt a feleség. Ugye ez volt az előző DLC-be, most már vasútnál van munkája, nos, kezdi összeszedni magát. Mármint... Ez szomorú. Próbálunk segíteni neki. Jó, legalább rendesek a szomszédokkal is. Ivási problémát. Igen, ezt tapasztaltuk. Fia Chris mindezek ellenére egy kis angyal. Azt hiszem, jó hatással lesz Danielre. De jó. Ez a fiú túl sok időt töltött az úton. Japp. És nem mindig én vagyok a legjobb. Apa temetése, majd mindjárt. Ki a kedvenc szereplőd a Life is Strange-ben? Ebből a részből eddig nyilván a két... A Brody is, meg a két kisrác. Meg ugye Mushroom. Nehéz így választani. Volt egy szertartás, nem tudtunk időben odaérni, de küldtünk virágot. Sajnálom. Az is elég, ha gondolnak rá. Köszönöm szépen, Anna. Nyugodtan. Egyszer lesz lehetőséged meglátogatni. Egyszer. Hát, ha majd nem üldöz a rendőrség. Talán. Menjünk. Legalább beszélgettünk egy jót. Mindig öröm az unokáimmal beszélgetni. Hey. Na, rajzoljunk egyet, már rég rajzoltunk. Szeretnék rajta lenni a rajzodon. Ne rajzolj le így, Sean. De... Már pont hiányoltam, hogy nagyon rég volt rajzolás. Ne mozogjatok. Hogy is kellett rajzolni? Aha. Alakul a rajz. Remélem jól mutatok. Nagyon jó lesz, ne aggódjál. Rákoncentrálunk a nagyira. Claire nagyira. Okay. És már alakul is. Bár így tudnék az életbe rajzolni. Rendben van, Katalin, köszönöm, hogy itt voltál. I've looked enough. Time to draw. Eleget néztem, már ideje rajzolnom. I'm not moving. Hope I look good. Hmm. Pretty good. Részletesebbre meg kell csinálnom. I can add more details if I want. Hát figyelj, fő a pontosság. Cool. I think I'm ready to draw this. De szép lesz amúgy. Nope. Ugye a Life is Strange 1-be
fényképezés volt a művészet, itt pedig a rajz, nagyon adom, hogy ezeket belevitték a karaktereinkbe. I'm not moving. Hope I look good. Jó lenne ilyen gyorsan rajzolni, és telne órákba. Hát igen, nagyon jó. De aki kedvet érez arra, hogy ma esetleg egy fanartot rajzoljon a live-val és velem kapcsolatban, azt szívesen adom. Nem kötelező, de mindig örülök, hogyha megihlett titeket akár bármelyik live vagy akármi. Mert nagyon-nagyon jó rajzokat szoktatok készíteni. Nem mozgok, remélem jól mutatok. Már mondtam, hogy jól mutatsz! Igen, gondoltam, hogy volt benne egy nem. De jól néz ki. És a büdös életben nem tudok így rajzolni. Gyakorlás kérdése? Jó, ez is meglett. Rakjunk egy kicsit rendet. Tegnap beleolvastam Claire egyik könyvébe. Na, az is jó, Boglárka és Marvelen belül mit? Melyik karaktert vagy micsodát rajzolsz? Jótékonysági szórólap. Szőj kedvességet a beszélgetéseidbe. Csodálatos. Rakjuk el a játékot is. She's still with us, day after day. Isn't jó. She in heaven? Azt hiszem rendet raktunk. Karácsonyi díszek. Szerintem díszítsük fel a fenyőfákat. Whoa. Look at all these decorations. Nézd ezeket a díszeket. Gyere ide és nézd meg. Onnan hiába mondod. Hiányzik apa és a lökött Santa Gringo, Gringo Mikulás akcentusa. Persze, hogy igen. Mikor kezdjük? Ígérem, hétvégén nekiállunk díszíteni, de jó lesz. Na, Danielt lefoglaltuk egy életre a díszekkel. Nem, meg ne lássam, hogy a kezeddel. Mármint, hogy a kezeddel csinál, csak ne úgy. Értitek? De jól néz ki. Régen volt egy ilyen hajom, képzeljétek el. Ugyanígy ilyen lezárt cuccba volt benne. Még anyukámtól kaptam annó. Aztán nem tudom, mi lett vele, talán még vidéken van. Lassan ki kéne mennünk, vagy mi a feladat? Kérdezz, igen, a Stevenhez fel kell menni a fészer kulcsért. Halli újra, Fanny. Nem tudok rá, hogy inkább festeni. Wolf, én festeni még csúnyában tudtam eddig, mint bármi. Ezt sose tudnám. Luca, használtad a Pikachu-t, tök jó. Ha szeretnétek ti is hasonló emojikat használni, amit a tagoknál vannak, akkor, hogyha tagokká váltok, már a 200 forintos tagságnál is tudjátok használni. És fontos elmondanom, hogy 5 tag, és meg lesz az 50, és akkor sorsolunk tagok közt. Ez volt a reklám helye. És amúgy 5 tag múlva új emojit is tudunk aktiválni. Játszunk egy kicsit a modellvasúttal, ha már feljöttünk. Hey, what's up? Mizu. Ú, de jó! Előkészíti az újratöltéshez. Kapcsoló. Állomás. Vonat sebessége. Hallod, begyorsítom a vonatot. Kisiklatom. Indítsad a vonatot, jöjjön az állomásra. Nagyon jó. Na jó, nem siklatom ki, vicceltem. Én is nagyon rosszul használom a színeket, kövi, amit meg akarok tanulni. Na hajrá, hajrá! Jó, ez is megvolt, most már akkor jó lenne megtalálni a nagyapát. Mondjuk a nagyapa nem bújik el a szobánkba, úgyhogy menjünk ki. De várjál, hol a nagyfat? Ja, kiment, de várjál, nem kiment? Ó, azazel, köszönöm szépen a 199 forintos kakát. Ezt muszáj voltam így hangsúlyozni, mert minden szarnak van ára. Viccet félretéve, nagyon szépen köszönöm a szupermatricát, ami most jelen állapotban egy kaki. A fingós kenyér után szabadon. És rengeteg fingós kenyér rajz érkezett, amiket kitettünk Instagramra, úgyhogy a fingós kenyér és a kaki mindig vidám dolog lesz a csatornán. Fingósat nem találtam, hát szégyeljük magukat, hogy miért nincs fingós matrica. De tényleg köszönöm szépen. Na itt lesz a nagyapa! Azt hiszem szükségem van egy asszisztensre.
Nagyapám, maradjál csöndbe, én megnézem, mi van a szekrénybe. Hogy főpattant az öreg, hallod? Nem túl stabil. Oké, majdnem magunkra rántottuk. Nagyanyád folyton mondogatja, de lusta öreg ember vagyok. Én ezért leszek öreg koromba. Becsukod az ajtót, beszélni akarok veled. Ó, jaj, valami privát beszélgetés érkezik. Aki még nem tette, dobjon egy lájkot, thank you very much. Gyakran megesik. Ajjaj, komoly beszélgetésre készülünk a nagyfaterral. Fingos kenyér emoji, majd szólok Alice-nak, mert eddig ő készítette ezeket. Eskü mondom neki, Luca, jó ötlet. 50. tagnál behozni egy fingós emojit, fingós kenyeret, jó. Mit kérdezett? Annyira elmentem a fingós kenyérhez. Elmondani az igazat. Várjatok, vissza kell pörgetnem, nem láttam a kérdést. Mit kérdez a nagy fater? Szóval figyelj rám. Igen. Észrevettem dolgokat Daniellel kapcsolatban. Tudod, mikről beszélek, igaz? Ó, bakker! Hát ez most egy rohadt nagy döntés lesz így. Ez az. Kérjük meg Alice-t, így van. Küldjetek neki egy szívecskét. Aki itt van, küldjön Alice-nak szívecskét, vagy Messengeren, vagy Instagramon, aki ismeri persze, és akkor majd én megírom neki, hogy mire kapta. Vagy talán idejön és megtudja, hogy miért. De azt hiszem még tanul. Titokba tartani, elmondani az igazat, ez egy rohadt nagy dolog. Figyelj, nagyfater, nem tudom, hogy mennyire bízhatunk, de mondjuk lehet, hogy nála már használta és látta, és elmondta neki annak ellenére, hogy kértük, mert annyi időt töltöttek együtt. Az előzőben is azt mondtam, hogy nem hazudunk. Mondjuk el az igazat. Igen, te... Hogy a fenében már, mint ő... Nos... Jobban tudod nálam. Nem igazán. Seattle-ben kezdődött a... Történtek után. Bárcsak el tudnám magyarázni, de most már így megy ez. És ezzel együtt kell élnünk. Reagálj jól! Én tényleg nem tudom, mit gondoljak. Orvosra van szüksége. Vagy valamire. Ajjaj! Akkor valószínűleg nem látom többé. Igen, értem. Szüksége van rád. Jobban minden másnál. Egyébként ez maradjon köztünk. Claire-nek nagyon erős a hite. Ő nem értené meg. Gondoltam, hogy a nagyi nem értené inkább. Odáig van Danielért. És csak azt akarja, hogy mindketten biztonságban legyetek. Rohadt jó fejek a nagyszülők amúgy. Azt mondani, amit mondani akarok, lehet velünk kellene maradnotok. Igen. Tudom, hogy ez a tervetek, hogy Mexikóba szöktök, de... Sziasztok, nagyon örülök a Matricának, várom, hogy megérkezzen. Szia, virág, vőfény! Hát mondtuk, hogy január végéig adjuk fel, úgyhogy majd február elején keres, vagy január vége fele írunk, ha föladjuk, de örülünk, hogy örülsz. Ugye volt nyereményjáték szilveszterkor, aki nem értené, illetve most is áll, hogy a szem az utolsó kettő, vagy utolsó három tagsághoz jár, nem tudom fejből, de oda van írva a leírásba. Ma tesóm úgy orba vágott, hogy egyik pillanatban álltam, másikban, meg már a földön voltam. Azért reméljük, Luca, nem lett bajod. Testvére, köszönöm, hogy előfordul az ilyen vicceskedés. Puerto Lobos. Apa vissza akart oda menni. Két mexikói fiú szökésben van. És Beaver Creekben nem sokáig maradt titok. Amerika az otthonod. Velünk együtt. És gondolnod kell az öcsédre, jövőjére, meg ilyesmire. Túl veszélyes itt maradnunk. Hát ez nehéz dilemma amúgy, és nektek is az. Veszélyes úton lenni. Úgy gondolod, hogy apád ezt akarta a gyerekeinek? Szülinapi ajándéknak jó lesz a matrica, mert februárban lesz a szülinapom. Hanyadikán? Én lehajoltam és belevertem az orrom a barátom hátába. Az igen.
Minden más most. But everything's different now. I know. I know. Well. Nos, csak gondold át. But don't torture yourself. De ne kínozd magad. I will. Úgy lesz. Hey, Claire said you had the keys for the Claire mondta, shed? Hogy nálad van a fészer kulcsa. Oh, sure. Here. Parancsolj. You guys enjoy this. Élvezzétek a napsütést. Na, kimegyünk a fészerbe játszani. Vagy nem tudom mit csinálni. And be careful with that shed. Óvatosan a fészerbe. Valószínűleg nagyott a kupleráj. Thanks. Köszi. It's good to see you in my lair. You know, you were afraid to come in. Na, mindjárt megbeszéljük ezt a képet is, hogy ez most itt micsoda. Egy pillanat. Körülnézhetsz, nem foglak megenni. Wow, az te vagy. Akkor kaptam, amikor nyugdíjba mentem. Polgármester személyesen gratulált. Diszkógömb. Honnan van diszkógömböd, meg egy cápa? Bulikat szoktál tartani. A parti papa! Bejött a parti papa! Valójában diszkóba találkoztam a mamáddal. De durva! Mondta nekem, hogy már majdnem 40 éve házasok vagytok, úgyhogy így már érthető. Már nagyon régen volt, de... Összetartunk, tudod, jóban, rosszban. Jó példa. Öregem, ki csinálta ezt? Ott a rajz. Szomszédunk fia Chris. A szuperhősös Chris ott az odú, ahonnan leesett. Lángoló kardot. De jó. Nem puli. Visszatértem. Rendben van, Bogi. Örülök, hogy itt vagy. Nem sok mindenről maradtál le szerintem. Majd visszanézed a hiányzó részt. Na, itt egy képecske. Ó. Megtaláltad. Ő volt az anyukánk. Megfeledkeztem róla. Semmi baj. Jó ideje annak, hogy láttam az arcát. Ó. Szeretek időnként ránézni. Szegények. She's still my daughter, you know. I can't approve what she's done, but I think I understand. Nem tudja elfogadni, amit tett, de attól ugyanúgy a lánya. I don't. Oh, yeah, I'm sorry, Sean. Please don't... please don't say anything to Claire about this, okay? Fanny, azt ne edd meg. I won't. Egyél mást. A savanyú akkor elég esélyes. Látjátok, most amúgy jobban átkutatom a dolgokat, nem rohanunk végig. Idénre ezt megfogadtam. Stephen Tuti hobbiának él. Oké, laptopocska. Sajnálom, Sean. Tudom, srácok, hogy hiányoljátok a játékaitokat és a honlapjaitokat. De bíz bennem, egy kis szünet csak jót tesz. It's safer that way. Yeah. Na igen, ha most fellépne Facebookra, vagy Instagramra, vagy YouTube-ra, akkor tudnák a rendőrök szintén, hogy itt van. Mehetünk ki. Oh, jó étvágyat. Got the key? Hey. Oké, okay, jó étvágyat. I have to go out. Ki kell mennem elintézni pár dolgot. Megkérhetnélek egy nagy szívességre? Tudod, hogyan kell használni a mosógépet? 8 éves korom óta, persze. Következő adagban bedobnád a te és öcséd ruháit? Fürdőszobai kosárban vannak. Yeah. Na, igen. No problem. Thanks so much. Feel free to keep nyugodtan rakd rendbe a dolgaidat. Jó tesz az egészségnek, ha tiszta a ház. Hali Yagami Light. Oké. Emlékezz, saját biztonságotok érdekében semmi telefon és internet. Jó. Oké. Na, akkor be kell rakni a mosást, mielőtt kimegyünk. There's work for you. Elfoglalt vagyok. Busy my ass. Come over here. You gotta find me first.
Jeez. Meg kell találnod. Várjál, hol volt a fürdőszoba? Mármint előbb megtaláljuk a gyereket. Itt a fürdő, de itt nincs a gyerek. Bebújt a szekrénybe. Hát, ha oda befér a gyerek, azt megtapsolom. Itt mit keresek? Gotcha. Hát be tudsz követni Instán, meg tudsz írni. Nem egészen értem, hogy mit szeretnél. It's always with Claire. Esetében mindig nem tudom eldönteni, hogy kedves vagy pasáskodó. Ha mosol, egyszerű szabályok. Ne keverd össze a színeset a fehérrel, soha. Ezekre figyelni kell. Mosásonként egy bögrényi mosószer, piros doboz. Ha az én ruháimat mosod, kímélő programot, így nem teszed tönkre. Meglátjuk, hogy sikerül-e. Majd ezt még átolvassuk, miután megtaláltuk az öcsénket. Addig éghet a villany. Házi munkák listája. Porszívózás, törülköző hajtogatás, fiókjavítás, Steven, mi pedig szobatakarítás, ruhák, mosógépbe rakása, megölelni a nagyszülőket, minden más. Nagyon szuper. Ez teljesen jó. Na, hova bújt a gyerek? Receptek, azt most nem érdekel. Valahol csak ott lesz. TV. They have a kick-ass set, but... They only watch. Szia Bernadett, jó estét, mi újság? Spenótot, az az egy bogi, azok közé tartozik, amit soha nem ennék meg. Hey, nagyon nem szeretem. Have you seen Daniel? Láttad Danielt? He's hiding. Bújkál valahol. Running away from chores. Lelépni a házi munka elől. Ez nekem való. Sajnálom, Sean, nincs itt, esküszöm. Tudja, hogy itt lesz. Látszik a szeme sarkából, hogy ott van az ajtó mögött. Tudom, hogy ott van. Vagy nem. Na, az többen szeretitek, az jó. Értem, már rosszul van ettől a sok akármitől. Az ágy alatt lesz! Vagy nem. Ott sincs. Hallod, úgy elbújt a gyerek? Nem találom. Vasút alatt belement a kis vonatba. Ott sincs. Mazsolát. Hát én azt megeszem, de soha nem volt a kedvencem. Nem tudunk bemenni a szobába? Hallod, hol vagy? I know you're in there. Gotcha. What the? Behind you. Megvan. Yeah. Very funny. No more hiding. Nincs több bújócska, komolyan. Okay, okay. What do I have to do? Na, csináljuk meg a mosást. Ja nem, ő kitakarítja a szobát, én pedig megcsinálom a mosást, rendben. Megint. Hát naponta rendet kell rakni. Szerintem is a fenyő. Thanks, Sean. Na, akkor én megyek mosást berakni, te meg rakjál rendet. Látom ám, hogy szökik a munka elő a gyerek. Daniel seems so happy. Úgy tűnik, Daniel boldog, hogy itt lehet. Vagy nem szökik? Porcelánok. Na. Olvassuk el még egyszer a cetlit, mire kell figyelni? It's always with Claire. I can't really tell if this. Tehát, ne keverjük össze a színest a fehérrel, egy bögre piros, és kímélő program. Jó. Mondjuk, hogy jó. De hogy rakod be? It's always with Claire. I can't really tell if this is cute or bossy. Egyelőre nem látok olyat, hogy tegyem be.
Menj ki, megnézd a kerti fészert, piszkos fehér neműt. Ja, nem hoztam le a saját koszos ruháimat, megvan, jó, jó, jó. Hát persze, megkérted, hogy a saját ruháimat tegyem bele, jó, 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 megvan, megvan. Thanks, Claire. Elfelejtettem beletenni a szennyest. Ott van. Daniel looks like a total thug in his new pajamas. Mégis én raktam rendet? Hát mi folyik itt, kérem? I put all your toys in the trash, dude. What? Really? Of course not. Minden játékot kidobtam. Next time you bail on me, maybe I will. Hol a szennyesem? Mármint ott a pizsama, de nem veszi fel. Daniel looks like a total thug in his new pajamas. Lehet, nem jön magától a ruha. De nem is az, de nincsenek itt a szennyek. Ott a pizsama, és azt nem tudom felvenni, várjál. Akkor lehet, hogy másikra gondolt. Köszönöm szépen a lájkokat, srácok. Hol a szennyes? Vagy itt fent? Mondjuk hát logikus lenne. Fürdőbe. Aha, ott van, megvan, megvan. Felvesz. Levisszük. Úgy van, mondjuk én biztos, hogy úgy vittem volna le, hogy megfogom ezt a tartót, és azt viszem le, és ott szedem ki belőle. Nem tudom, ti hogy szoktátok kimosni, hogyha mostok, vagy nektek is ilyen szennyes kosaratok van-e. Én biztos, hogy kosarastól fogtam volna meg. Nekünk az van, ilyen nagy kosár. Nem is dolgozó! Itt állsz, azt nézelőtt! Hol van a mosó? Ja, hogy felkapcsoltam a villanyt. Még mindig nem igazodok el a saját lakásba, ahova költöztünk ideiglenesen. Ott van. Na! Jobb, ha óvatos leszek vele. Drágának tűnik. How many programs does this thing have? Kímélőre kell tenni. De nem válogattuk szét! Hát nem biztos, hogy jól tettük be. Ja, most már nem kell addig a villany, amíg megy. Szerintem lassan kimehetünk. Gyere, Daniel, kimegyünk. I'm so ready. All right. Time to see the sun again. Na menjünk ki. De nem vesztek kabátot? Time to burn off some calories. What do you say? Yes. Öltözzetek nekem azért melegen, nehogy megfázatok. Jó van, helyes. Pulóver. Hát, határeset. Ó, de szép. Ott egy madárka. De jól nézett ki. Au. Ja, a farkasost játszunk. Ugye ott a szomszéd ház, ahol a DLC játszódott. Le ne essék. Na nézzünk be a fészerbe. Get ready for storage wars. És kiborul minden. What's wrong? Frozen shut. Befagyott a zár. Of course. Aha, Sean, nézd! És ezt láttuk előzetesként. Megérkeztünk Chrishez, megmentettük Christ. Összeért a két szál. Hello! Láttátok ezt? Mármint mit? See what? We just got here. Most jöttünk. Are you okay? Jól vagy? Yeah. I didn't Én se láttam semmit. Oh.
Oh, csak leestem a hóba. Apa azt szoktam mondogatni, hogy ügyetlen vagyok. Ó, de kedves. Fantasztikus jelmez. Ki a kedvenc szuperhősöd? A kedvencem erőmedve. Öregem, megvan a mega erőmedve, meg kellene nézned. Nagyon klassz. Nekem megvan a csibi erőmedve, amelyik beszél. Senki sem győzheti le az igazságot. Jó, aztán meg lesz itt a pajti. Figyelj, nagyon sajnálom, jól vagy? Jól vagyok, apa. Jaj, jó van. Betszó, biztos vagy benne? Figyelj, nem kellett volna. Ismered őket? Semmi baj, apa. Rendesek. Szereti a szuperhősöket, még erőmedvét is. Értem. Szervusztok. Reynoldsnál laktok? Nagyszüleink. Yeah. They're our grandparents. I see. Értem. Oh, geez, Chris. Jézus Krisz, cipő nincs rajtad. I'm sorry. Sajnálom, Pajti. Let's get you inside. Menjünk be. Én... Yeah. Jó, oké, apa. Thanks, guys. Kösz, srácok. Oh, and, és... If Claire asks, ha Claire kérdi, mondjátok neki, hogy minden rendben. Rendben. Sure. No problem. Cool. Klassz. Szervusztok. Na, összeértek a szálak végre. Thanks, guys. Szia, Dalma, hogy vagy, yes, hogy vagytok? Mi a szőkes srácot elneveztük tesómmal Walternek, elfelejtettük mindig a nevét. Chris! Már is elfelejtettél? Megmentette az életét, tehát ez jogos. Végre elmennek karácsonyfát venni. Emlékeztetni a szabályokra, igazat adni. Figyelj, megmentette a gyereket, úgyhogy most igazat adok neki. Nem te. Helyesen cselekedett. Ezt megdicsérem, tehát most nem fogom a szabályokkal izélni. Senkinek nem hagyhatjuk, hogy megtudja, meg kell lapulnunk idekünk. Annyi idős, mint én. Lefogadom, hogy te is ezt csináltad volna. Ne légy mérges. Nem vagyok mérges, kis haver, csak... Vége van. Daniel, ne feledd, mi most rejtőzködünk. Szóval semmi gyakorlás és semmi erőfitoktatás, értettem? Mostantól végig mellettem maradsz. Oké? Örülök, hogy jól vagytok. Na, jól van. Mind stresszeltél, Mufi. Minden rendben, az a lényeg. Na, robotolunk. Alszunk. Oregon, másnap reggel. Vizes zoknival nem értem, miért szeretett volna ennyire kín maradni. Zokniváltás szipő alap lett volna. Hát igen. Ja, értem, de legalább megoldodott. Szomszédban vagyok. Oh, fuck. Ó, nem hallgatott ránk, még jó, hogy megbeszéltük, hogy velünk marad. Ott is ott az okni. Nézzünk ki az ablakon. Okay. Time to get Daniel at the area. Ideje elhozni Danielt. Biztos, hogy megmutatta magának a... Megmutatta a gyereknek, Chrisnek, hogy miket tud. Én félek ettől. Megint öltözzünk fel, jó van. Mindig elfelejtek felöltözni. Pucéra megyek boltba is. Na, nyilván nem. Mindenki tudja, hogy alsógatyába és zokniba megyünk boltba. Na, most már mehetünk. Claire? Claire? Steven? Steven, senki sincs itthon? Anybody home? Van itthon valaki? Lehet, hogy kitettek egy papírt. Rendben van, Mufi. Looks like I'm home alone. Reszkedtem és betörök. Itt a fa! Jó volt tegnap este közösen fát díszíteni. Díszítsük fel a fenyőfákat, fal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 a. Vasárnap reggel van, elmentek templomba. Ott a zsebkendő, taknyoljuk össze. Talán használtam a telefont. Á, már megint csábít! Én ezt a vonalat képviselem, hogy nem akarom a csajt elveszíteni, úgyhogy... Telefonálunk, rosszak leszünk.
A szerelem mindent legyőz, még a rendőröket is. Igen, Lila. Hey. It's Luke. It's Sean. Nem lehet. Hogy vagy? How are you? Wow. You know, tudod, jobban. Mármint. Szó szerint lógva hagytál engem. Ó, haragszik ránk a csaj. Hetek óta. Mégis hogyan voltál képes így hoppó hagyni? El kellett rejtőzni. Plusz megszabadultam a telefon. Sose hallottál telefon fülkékről? Hazudnom kellett a rendőröknek, basszus. Nyugtassuk meg a leányzót! Utolsó hívásod után órákig faggatóztak. Sajnálom. I'm so sorry. Thank you so much. I don't want you to get Nem szeretném, ha még több bajba keverednél miattam. I better go. No. Please. Kérlek. Ne. Do not hang Le ne merj rakni. Ezúttal ne. Szegény kis csaj. How are you? How's Daniel? We're all good, Lila. Better than we've been for ages. Évek óta nem voltunk ilyen jóban. I swear. Okay. Now, where the Most pedig hol a fenébe vagy? Várjál! Várjál! Az a baj, hogy beszélj! Lehet, hogy ott vannak a rendőrök, és a csaj direkt beszéltet minket. Most már benne vagyok a kakiba teljesen. Lemész a fürdőköntösbe közérbe, még fizetnék is érte. Hát azért meglátjuk. Ha figyelik a vonalat, akkor ennek ennyi. Igen, azért mondom, hogy ez, hogy beszélj még, nem mondom meg neki, hogy hol vagyok. Most kapcsoltam én is. Találtunk egy kis segítséget egyelőre. Ennyit akartam hallani. Még mindig látom ezeket a szörnyű dolgokat, amik veled történtek. Sajnálom. Léci, mesélj valamit. Középiskoláról, akármiről. Ami nem erről a szarságról szól. Hogy van a banda? Hát, a srácok rendben vannak. Adamet csak új játéka érdekli. Hiányoznak a Lampartig, hiányzol nekik, Sean. Már Ellery futócsapat kapitánya. Mindenkit levernek. Hiába vesztették el a legjobb futóikat. Már profi a futócsapat. Mi van Leileve szerelmi boszorkánnyal? Valaki a láthatáron? Kizárt. Túlságosan lefoglalod, ne csavarodjak be Daniel és miattad. Jó van, meggyőzöttünk róla, hogy nincsen más pasi. Gyógyszert szedek. Oh no. Szegény csaj. Erősnek kell lenned. Egyszer még találkozunk. Még találkozunk. Nekünk csak ki kell várnunk, amíg ez lecseng, és elfelejtenek minket. Megígérjük. Így ezért kicsit megnyugtattuk. Annyira jó volt hallani újra. Hallani! Én... Most megyek, megkeresem Danielt. Örülök, hogy felhívtalak. De cuki? Jobban jársz, a gondoskodsz magadról. Na, csak kimondta, hogy szereti. És most beállítani, hogy megmondtam, hogy ne használd a telefont. Na jó, nem. Basszus, nagyon hiányzik. Ne gondolkozz már ezen. Szerelmes a kisrác, no.
nem számít, beszélj még, mert ugye a vonalat figyelnek, és mivel nagyszülők közvetlenek, így tudják, honnan dumálsz, még be se kell mérni. Aha. Dude, move your ass. Who knows what Daniel's doing? Ki tudja, mit csinál Daniel. Jó, menjünk át, menjünk át. Hát attól független kellett ez a beszélgetés, mert érdekelt, hogy mi lesz a kicsengése. Jegyzet. Well, I guess they won't be back. Jó reggelt, államszuszékok! Hagyunk titeket aludni, mert mi úgyis templomba megyünk, ebédre hazaérünk, nem sokára találkozunk, szeretünk titeket, mama és papa. Karácsonyfa tökéletes lett, szép munka, köszönöm, hogy kicsit kitakarítottatok. Jó. Maybe I could use Steven's laptop? A laptopot már ne akart használni! Már egy örökké valóságot, ha nincsenek híreim a külvilágról. A laptop az már lehet, hogy sok lenne. Elég a telefon, beszéltünk azzal, akivel akartunk, a laptopot kihagyjuk, jó? Az most nem. Azt nem. Mindennek van határa. Okay. Let's get this back home. Hozzuk haza a kis nyomit. Kis nyomi, jövünk! Na, hon van a kis nyomi? Miért nem hallgat rám soha Daniel? Talán túl engedékeny voltam vele. Ja, a másik oldalt. Levelet nem kaptam? Nem. Nem küldtek nekem semmilyen kupont? Ó, milyen nosztalgikus ez a ház. De a másik postaládába belenézünk. Egyedül álló apa. Szinte már otthon érzem magam. Nézem, hogy mi van a képpel, és látom, hogy csak... Ja, át tudod állítani. Alapból néha átvált arra, hogyha benyomod a három pontot, és ott benyomod, hogy minőség, az automatikus valami erre állítja, mert hülye a YouTube, de 1080p-be át tudod állítani, és úgy tökéletes a kép. Szelektív kuka. Ne! What's going on here? Basszus, tudtam, hogy nem fogja megállni. Wait. Don't freak out. I can't explain. Let me tell. Meg majd én elmondom, Sean. Tudom, hogy bután hangzik, de szupererőm van. Láttál tegnap. Jaj, elhitette vele, hogy neki van szuperereje. Ne, túl bonyolítja a gyerek. Superpower. Supererő. Tényleg? Well. Nos. That's pretty cool. Elég klassz, Chris. Nem akarom, hogy mi legyünk gyanúsak, így ráhagyjuk. Én vagyok lelkes kapitány, senki nem állhat az utamba. Úgyhogy a minőséget át tudjátok állítani jó minőségre, erre figyeljetek. Szia, Boglárka, mi újság? Now you're an official member of the spirit squad. Hivatalosan tagja vagy a lelkes szakasznak, ha elárulsz minket, elporlasztalak. Vov. Nah, just kidding. Oh yeah, we need a... Kell nekünk egy... Team signal. Csapatjel. I'm gonna be super wolf. Super farkas. Oh, nagyon kivagyunk már kisöcsénktől. Szuperhős nevem? Nem kell. El Diablo Loco, Diaz Professor. Ezüstfutó. Tehát olyan túl egyszerű lenne az ezüstfutó. Diaz prof. El Diablo Loco! I don't know. Something cool like... Menjünk bele a játékba. El Diablo Loco! Úgy hangzik, mint egy szuper gonosz neve. De... Oké. Srácok, azt hiszem készen állunk. Excuse me. Elnézést. Who are you? Ki is vagy? Sean vagyok. Sorry, man. You're here for dinner. Daniel miatt vagy. Tegyük hivatalossá. Charles Erickson vagyok. Örvendek. Remélem tudod, hogy Daniel és Chris együtt veszélyes csapatot alkotnak. Jobb lesz, ha vigyázunk. Átveszik a világ feletti uralmat. Sok mindent megosztanak. Akár egy 1000 éves barátok. Most már elmehetünk a karácsonyfáért. Készen állunk a repülésre. Igen. Túl régóta vár a csapat. Neked is kellene jönnöd. Megyünk karácsonyfát venni!
Valami folyamatosan pattog, remélem csak a házba. Vehetnénk karácsonyi ajándékot mamának és papának. Persze. Tudom, hogy hát igen, ennek nem lesz jó vége, úgy érzem. Én is ettől félek. Nincs semmi különös, bejelentettek majd egy csomó dolgozatot. Hát sok sikert hozzájuk, és biztos sikerülni fog. Én jól vagyok, köszönöm. Élem a játékot. De írni kéne egy cetlit a nagyszülőknek, hogy elmentünk. Igen, látom, Chris és Daniel már izgatott az indulástól. Oké, csapat, én adjatok időt, hogy letakarítsam a hátsó ülést. Dudálok, ha végeztem. Használtam a mosdót? Persze. Nézd majd meg a képregényeimet. Amúgy cuki a két gyerek együtt, csak necces, hogy már tudja, hogy van szupererő. Akarod látni a játékaimat? Mivel új csapattag vagy, ismerd meg a többieket. Ezek lelkes kapitány barátai, és az ellenségei. Kisöreg, ez elég menő. Kitalálod, hogy kik a jók és a gonoszok? Lássuk. Hú! A múltkoriban volt róla szó, hogy ki volt jó és ki nem. Most nevezted el magad őrült ördögnek. Ennyi. Őrült ördög vagyok. Hát akkor kezdjük el. Az autó, úgy emlékszek, hogy ő gonosz. A Dino gonosz. Abban nem vagyok biztos. Lehet, hogy gonosz. A medve, az tuti, hogy hős. A harcos... Hát, azt hagyjuk későbbre. A kalóz szerintem ő a fő gonosz. Noctori, ebből valamelyik hős volt, talán átállítottuk magunkhoz. Harcos legyen... Gonosz. Interesting. És legyen így. Okay. Lehet, hogy hibáztunk. Nem vagy valami jó megfigyelő. Hadd mutassam be neked őket. Ez a lelkes csapat. Mellé lőttem egy picit. Őt betettük gonosznak, ezt eltaláltam, ezt is elrontottam. Nem emlékeztem rá sajnos. Rég volt december 21, mikor játszottuk, és ezek a gonoszok. Azt hittem átállítottuk a jóra. Na mindegy, ezt benéztem. Mantroidnak dolgoznak, igazi szuper gonosz. Látnod kellene a gonosz bolygóját. De elbukott. That's why he needs Super Wolf. You know, Daniel. To prevent Mantroid from hurting people. Yeah. Strength in numbers. Egységben az erő. Úgy tűnik, Mantroid bajban van. Csak várja, míg meglátja, hogy mire képes most már lelkes kapitány. Arról... Az apád tudja? Does your dad know about any of this? Látott tegnap valamit? Nem látott semmit, és az erő nem működött tegnap. Azután, hogy leestem. És valószínűleg túl fáradt voltam. Jó. Mármint eléggé felkavarná, ha tudná. Biztos, hogy nem mondom el apának. Nem akarom megijeszteni. Egyébként is van elég baja. Hála az égnek, hogy nem akarja elmondani. Rendben vagytok? Ehhez... semmi közöm, de... Minden rendben közted és apukád közt? Claire úgy tűnik, aggódik miattatok, srácok. Tegnap... ő Steven apádról beszélgettek. Azt hiszem, beszélni akarnak vele. Folyton aggódik. Jól vagyunk. Teljesen. Ő csak... neki... nehéz időszaka volt. Ez minden. Minden rendben lesz. Tudom, hogy az élet nagyon kemény tud lenni. Higgy nekem. De...
You'll be okay. Rendben leszel. You're an awesome kid. Te egy nagyszerű csók vagy. But I don't feel de többé scared már anymore. Nem félek. Már megvan az erőm. Jaj, szegény, nagyon elhiszi, ez nagy baj. Ez volt a jel, mehetünk. Jó tanács. Ne menj be oda. Oké. Indulás. Ne megyünk fát venni. Mondjuk nem jó, hogy nem írtunk a nagyszülőnek. Nem akarom, hogy újból megfáz. And don't be waving your arms. És ne lóbáljátok a karatokat, míg vezetek, oké? Okay? Yeah. Én is, Mirti. Emlékezz, Daniel, ne csinálj bajt. Meg fogja emelni a fát, vagy én nem tudom. Vagy dől a fa és megfogja. Vannak ötleteim. Eltakarítottad a havat, lenyűgöző vagy. Szívesen, apa. Na, emlékeztek, volt hótakarítás a múltkor, úgyhogy legalább megdicsérte. Kicsi kocsi Suzuki. Megyünk. Jó, hosszú rész amúgy. Nagyon élem meg minden, de sokkal hosszabbak a részek, mint a Life is Strange 1-ben voltak. Meg tartalmasabbak. Na. És valahol itt lesz a fenyővásár. Új karakter. City Center, Lake. Mondjuk, várjatok, de hülye vagyok! Megmondták, hogy ne keltsünk feltűnést, én meg basszus bejövök a városba! Ó, shit! Látszik, hogy soha nem bujkáltam és menekültem, tiszta hülye vagyok! Nem kellett volna bejönnünk, na ebből baj lesz. Valaki fel fog ismerni, én már tudom. Biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne. Későn kapcsoltam, srácok. Hát persze, hogy be kell jönni ide. Ez baj. Ez baj. Na mindegy, most már visszük tovább. Ti menjetek előre, aztán majd találkozunk, oké? Okay? Tesós megbeszélés. Kis haver, mi a francot csinálsz? Nem hiszem el. Hányszor kell még átmennünk a szabályokon? Nem utasd meg az erőt, tudom. De Chris azt hiszi, hogy ő az, aki képes ezekre. Bárcsak így lenne. Noára emlékeztek. Csak hiányzik, hogy legyenek barátaim, Sean. Azt itt most mi a nagy döntés? Nem hazudni tovább Chrisnek, megvédeni a titkot. Azt a rohadt! Ez most egy átgondolandó döntés, mert... Ha megmondjuk, akkor többen fogják tudni, és lehet, hogy elmondja valakinek, bár mondjuk kinek mondaná el, az apjának reméljük, hogy nem. Megvédeni a titkot... Hát ezt nem tudom. Megvédeni a titkot, akkor azt fogja hinni magáról, hogy ő képes erre. Lehet, hogy csinál valami olyat, amiből megsérült és baja lehet. Most az a kérdés, hogy a saját seggemet védem, vagy a Chrisét. Első olyan dilemma, ahol amúgy őszintén nem tudom, hogy melyik lenne a jobb döntés. Nem nézek direkt csetet. Ha megvédem a titkot, azzal lehet, hogy bajba sodrom őt. Ha nem hazudunk tovább, talán nem mondja el senkinek. Legyen ez. Szerintem ezt válasszák amúgy a kevesebben. De én jövök. Ilyesmiről nem hazudhatsz a barátaidnak. Bajba kerülhet, ha azt hiszi, dolgokat tud röptetni. Igen, mert lehet, hogy leugrik valahonnan és meghal. Azt akarod, hogy mondjam el az igazat? Többé nem akarom, hogy hazudj. Nem muszáj mindent elárulnod neki, de... Ne hagyd azt higgy, hogy varázs ereje van. Na, én is ezt mondtam, ez így jó. Nem kell, így gondoltam, hogy nem kell mindent elmondani, de ne is hitessük el. Számítok rád, Enano. Most már megkereshetem Christ? Igen, menjünk. Ne feledd, amit mondtam. Christmas! Dupla Christmas! Chris Christmas! Chris Chris, értitek? Na jó, elengedtem. Mennyi fa? Igen, baja esett, én is ebből indultam ki. Szia, Hanna!
Hát sajna nekem egyből az volt a fejem, hogy megpróbálta repülni a faházba és kiugrik. Én is erre gondoltam, hogy azonnal le fog ugrani. Egyre gondoltunk, Zsolt. Eladó. Ápolóspray. Minden évben erősködött, hogy műfenyünk legyen, de sosem engedtük neki. Eladó. Na! Sorry, man. Bocs, öregem. Jobban szeretem, ha élnek a fenyőim. Faburkoló. Az óriási kotongép. Oké. Ezt engedjük el. Hamis hóember. Jesszus. Daniel hóembere nem volt elég ijesztő. Mondjuk kerüljük a feltűnést az emberekkel. Találj egy karácsonyi ajándékot Danielnek. Ó! Nyugodtan írjátok meg ki, melyiket választotta volna őszintén. Nekem ez tényleg dilemma volt, de először nyilván megvédjük a szomszéd kisrácot. Na, keresnünk kell egy ajándékot még a favételek előtt. Itt lesz valami árus. Mikulás postaládája. Jó gyerekek voltunk idén. Arcjuk panel. Esküvő állok mögé. Lufik. Énekes. Jobb lesz gyorsan találnom egy ajándékot. Liza, mit csinálsz te itt? Jó, hát itt szól a zene, ezt mondja, meghallgatom, külön rákeresek. Úgy látszik, hogy sajnos copyrightos a zene. Nem! Csak későn kezdett bele. Jó van, figyelj, adunk neki egy kicsi pénzt. Oké. Ott kaját tudunk venni, almabort, azt nem veszünk. Komolyan olyan, mint Liza, viccen kívül, hát most nézzétek meg. Most nem izéből. Szerintem nagyon hasonlít a Lizára. Most pont egy dollár hiányozna. Ne csináld, ne csináld. Szerintem tiszta olyan. De azért lecsekkoljuk. Licenszert zene, némítás. Ki van kapcsolva, hogyha akkor ezt szabad bejátszani. Na, mit vegyünk ajándékba? Ajándékok. 30 a medve, hát 9... Hát 10, nem tudok medvét venni neki, mert nincsen annyim. Most jó csóró vagyok. Jó reggelt. Jó új arcot látni ebben a régi vásárban. Kösz. Ez elég klassz vásár. Alkudjunk, gyerekek, alkudjunk! Reynoldséknál lakok? The Reynolds? Everybody knows Steven. He was Beaver Creek's fire Néhány éve volt a Beaver Creek tűzoltó parancsnoka. Te nem az unokája vagy, ugye? Nem árulunk el mindent. An old family friend. Gotcha. Régi barát. Anyway, welcome to Beaver Creek. Akárhogy is, Isten hozott, jó. Need anything, just holler. Fél, választanom kell egy ajándékot, de nem sok mindent tudok venni ennyi pénzből. Come take a look. If I have... Holy shit. Találni kéne még lehet pénzt. Na, akkor rajzoljunk egyet. Mi a jeges macit vettük, nekem annyi pénzem nem lesz. Elmondanám neki, hogy a végén még a kis lesz. Igen, nem, utána azt mondtam, hogy csak ismerősök vagyunk. Túl őszinte vagyok a játékhoz, na. Rajzoljuk. Hát idén most a karácsonyi vásárok elmaradtak a Covid miatt.
Ami amúgy szép meg minden, csak olyan horror árak vannak, mint a nyavaja. De például Bécsben voltam kint többször, az tök szép volt. Aztán rájöttem, hogy a pesti is majdnem ugyanolyan, mint a bécsi, csak nem euróba fizetsz, hanem forintba. Time to take the pen, dude. Azt hittem, hogy beállítjuk az öcsénket oda a cucchoz, de ezek szerint nem. Okay. Got it. De szép lesz. What are you drawing? Mit rajzolsz? Whoa. Na, most jöttek rá, hogy tehetséges vagyok. Hát igen. Ez egy tény, hogy tehetséges vagyok, egyértelműen. You could draw comic books. Rajzolhatná egy képregényt lelkes kapitány és szuper farkas lenyűgöző kalandjairól. Nagyon frankó hollywoodi névhez képest. Majd gondolkozom rajta. Tudnál valami vicceset tenni a rajzhoz? Vicceset? Mit? Rárajzolom Dave-et, ő elég vicces. Zombi! Vagy UFO-k. Nope. Can't do anything without looking up first. Zombikat rajzolunk. Time to take the pen, dude. Na? Gyönyörű lett. Remélem egyszer, hogy én is úgy rajzolok, mint te. Aj, de jó. Szia, Lili. Kacska. Igen. Rajzot nem adjuk a kisrácnak ajándékba. Pihenj majd sokat. Ó, azazel, köszönöm szépen a nyálcsorgatós emojit. Köszönöm szépen. Vagy emojit, hülye vagyok, szuper maticát, elnézést. Köszönöm szépen. Viszont ajándék kéne. Karácsonyi üdvözlőlapok. Karácsonyi koszorúk, hát azt nem fogok venni. Szép gyűjtemény. Köszönöm, mindent magam csináltam. Biztos sok munka lehetett. Egyértelműen sok ahhoz képest, amit keresek velük, igen. Hogyhogy? Nos, az emberek már nem vesznek annyi kézzel készített karácsonyi dísz, mint régen. A pláza minden egyes bolt. Hát ha enged alkudni, én megveszem. Nem tehetünk. Mennyi szupercsatünk van? Eddig 200-as matrica, akkor annyi bort tudunk itt vásárolni. Hát sajnos nem így működik. Fejlődik. Ez csak így fejlődik. De tényleg nagyon köszönöm, szuperek vagytok. Hidd nekem, tudom. Csak azt szeretném, ha az változás mindenkinek előnyös lenne. Akárhogy is. Biztos jobb dolog van itt öreg hölgy panaszkodhat hallgat a kapitalizmusról. Igaz? Ne aggódjon. Nos, köszönöm, hogy meghallgattál. Azért ajándékba kapsz ingyen valamit. Szép napot. Hát nem ad ajándékba ingyen, pedig hát nem, én ok nélkül nem hallgatom meg játékon belül. Adományozó doboz. Ez egy jó-jó? Danielnek volt egy odahaza. Lefogadom, hogy tetszene neki. Ó, lopjak! Nem figyelsz? Hups! I know it sucks, but... Daniel deserves it too. Right? Ilyet ne csináljatok! Belerepült a zsebembe, elnézést kérek! A jó indulat, a szándék, és ez egy adomány, és én egyébként hajléktalan vagyok. Nincsen hol laknom, nincsen munkám, nincsen pénzem, nincsenek barátaim, úgyhogy én igenis megérdemlem az adományt. Meg adakoztam a lánynak, tehát jót tett helyében, jót várj. You won't find better deals in Beaver Creek. Hát köszönöm szépen azazel az ördög matricát. Ez most ördögi volt tőlem. Köszönöm szépen. Nagyon gondolkozok, hogy most vegyek-e koszorút a nagymamámnak. Megtaláltad, amit kerestél, városi fiú? Ő látta! Liza, valamit a kisöcsémnek. Vettél valamit az öcsédnek? Hát úgy is mondhatjuk. Öcsém, szegény kölyök. Sajnálom én...
egy zsémbes vénasszony vagyok. És a barátaim csövezünk a héten. Senki le sem szar minket. Látom rajtad, hogy nem vagy ide valósi. Semmiképp. Csak az ünnepekre jöttünk. Családod van, nagyszüleim. De azt hittem, így nem mondod el! Szeretem a nagyszülőket. Mi van veled és a barátaiddal? Utaztok? Nem igazán. Milyen kitűzői vannak a csajnak? Stopposok vagyunk egyik helyről a másikra. Hozzájuk fogunk csatlakozni szerintem. Hosszú út lehetett, nem gond. Vonatokra pattanunk. Így van időnk pihenni. Menő. Fogalmat sincs. Ingyen van és rohadtul szórakoztató. Nos, ha csak el nem kapnak, vagy leesel, de eddig szerencsénk volt. Ez a legjobb. Senki nem mondja, hogy mit csináljunk. Ez vállalat sem birtokol, sok lassz helyet láthattatok. Pontosan. Következő megálló Humboldt megye, Kalifornia. Fűszünet. Közel sem. Ott kapunk munkát. Mit csinálsz? Chris-szel választottunk egy fát egész görben, mint egy boszorkány. Ó, szia! Hogy hívnak? Lisa Peterson! A hajad nagyon jól néz ki. Paróka? Ó, de kedves! Mit gondolsz? Nem tudom. Nem paróka szerintem. Daniel vagyok. Cassidy. Tetszik a szuperhős felszerelésed. Titkos küldetésem vagyok a barátommal. Nagyon veszélyes. Abban biztos vagyok. Remélem teljesíted a küldetésed. Ő amúgy rohadt jó karakter, tetszik. Téged hogy hívnak? Sean. Azt hittem, mondtam. Most már mondtam. Bocsánat, csak srácokkal keresztül mentünk pár szarságon. Mennyit kerestél, kész vagy? Ott egy nagy kutya! Hello, papó! Ó, ez a te kutyusod? Ha mekkora kutya ez? Igen, sok mindenen keresztül mentem. Ez milyen típusú kutya, ki tudja? De legtöbbünk. Azaz, el tudod esetleg? És bűzlik. Ja, bűz lesz és neked tetszik, ha? Megkapjuk a kutyát! Nem ő az egyetlen. Ellenőrizd a hajad. Összekorcolódott. Jobb lesz, ha tartod a távolságot ki. Másfél méter távolság! Menőnek látszik. Jól néz ki. Látod? Tudja, hogy tiszta vagyok. Te vagy, aki piszkos. Mindig ezekért a városi srácokért koslatsz. Viccelsz. Akarsz beszélni a skalpjaidról, nagy Ági? Hey, ne izgulj. Gyerünk, lépjünk le. Örülök, hogy találkoztunk. Hát szia, Liza. Háttérben meg amúgy szól a karácsonyi zene. Kivette észre rajtam kívül? Még találkozunk. Olyan aranyos volt a kutyájuk. Hiányzik Gomba. Nekem is hiányzik. Elnézést. Kutyának pórázon kell lenni. Túl sok kóborol el. Bocs, öreg. Nem használunk pórázt. Nos, a város igen. Egy póráz nélküli kutya pénzbírsággal jár, szóval. Megbírságolnád a kutyánkat? Ez nem túl szép. Csavargás is illegális. Ti nem is itt laktok, igaz? Igaz? Nyugodj meg, édesem. Megengedték, hogy megnézzük a karácsonyi vásár. A kutyánk nem fog megenni téged. Nézd csak rá! Jobb lesz, ha vigyázol a szádra. Ti punkok mindig csak a bajt okoztok. Előítélet! Valakinek kell már egy csaj. Kifogyott a tablettákba, oké. Ennyi, hívom a rendőrséget. Ne legyél már ilyen paraszt! Rend fogja hívni a zsarukat, Finn. Nyugi, így is úgy is hagyjuk a szarkupacot. Ékszerelmére még a Mikulásotok sincs. És tényleg nincs Mikulás! Boldog karácsony! Tőled se veszünk semmit. Nem értem, miért kiabált így. Szét kellene rúgnunk a seggét, Sean. Hó, szétrúgjuk el a seggét, vagy ne rúgjuk szét? Talán Pitbull, Pitbull Staffy. Aha.
Sean-nak hívják, a vörös ajú csávot, mindig rohadék volt Desmonddal. Aha. Nem szeretem, ha valaki előítéletes és minden, úgyhogy megszivatjuk. See the snow on that booth? Ha volt a tetőn? What about it? Mi van vele? Lehet ennek a fickónak kellene egy zuhany. Tudod? To cool him down. Hogy lehűtse magát. You're right. Egy kis csíny belefér. Óvatosan. Óvatosan. This will teach him. Ebből tanul majd. Nice. Szép. Come on. Hát mit gondolsz? Én varázsoltam a nyakadba a havat? Hát mit gondolsz? Hát nyilván, hogy nem én voltam már. Hogy tudnék én varázsolni? Nem vagyok én Voldemort. Arcjuk panel. Nem, azt hittem, hogy át tudjuk dugni a fejünket, de nem. Nagyon klassz. Hogy festek, Sean? Nagyon jó. Azt nézem, hogy amúgy a nagyinak nem kellene vinnünk ajándékot. Nagyon gondolkozok, hogy a nagyinak valamit vinni kéne, de nem marad akkor pénzünk. Jó, nem viszünk innen, menjünk. Az a legnagyobb ajándék, hogy vele vagyunk, kész. Ott viszik a fát. Megcsapta a fával, elnézést. De hol vagyunk? Ott vagyunk. Indulhatunk, srácok? Irány vissza! Túl jól szórakoztok ott hátul. Jó hosszú rész amúgy. Én nagyon élem meg minden félreértés, ne essék. Csak még jó, hogy 4-kor kezdtük, hát erre rá kell szállni az időt. Hosszabbak a részek. Sokkal. Kinek hogy tetszik eddig a mai rész? Volt bőven minden eddig benne. Az a baj, hogy félek, hogy a nagyszülők kiakadnak, hogy elmentünk. Reméljünk, hogy nincs ittas állapotba. Józanul ment szerintem, de jogos a feltételezés, Bogi. Én itt a nagyszülőktől jobban parázok. Úgy tűnik, Daniel új testvér talált magának. Dobott akár egy követ. Örülök, hogy kijönnek egymással. Jó, hogy Chris talált magának egy barátot. És úgy tűnik, te is találtál. Hogy hívják? Cassidy. Játsszuk a bolondot. Ki? Nem árd, ne szórakozz velem. A kis aranyos, akivel a vásáron beszélgettél. Ja, az a lány. Laza volt. Túl gyors vagy. Akárhogy is megvagy. Nekem is jót tett a kimozdulás. Utóbbi években ránk járt a rúj. Na egy kicsit megismerjük jobban az apuka szemszögéből. Feleségem Emily 2 évvel ezelőtt meghalt. És nyilván nehéz volt Chrisnek. Meg neked is. Fenébe. Sajnálom. Kemény küzdelem. Különösen, hogy jó apa próbáljak lenni. Én imádom, csak szomorú ne legyen. Nagyon jó, csak túl sok szabály. Igen, tudom, hogy arról szól az epizód, de akkor is. Rendőröket izgatja, hogy a kutya nincs pórázon, de a gyereket elnéznek hátul biztonsági év nélkül utazva. Amúgy jogos, Zsolt, nagyon okos. 90%-ban csak hallgatom. Á, értem az az azért köszönöm. Hú. Gondjai vannak? Csak beismeri, hogy iszik? Nem vagyok az, aki voltam. Nem. Ezt fel sem kellett volna hoznom, felejtsük el. Semmi gond. Most még jóba vagyunk, ne roncsuk el, ezért nem kell rosszul érezni a magát. Mennyi ideig maradtok a nagyszüleiteknél? Nem tudom.
Attól függ, hogy Claire és Stefan meddig tartanak ki mellettünk. Most tegnap benéztek. Látszik, hogy nagyon törődnek Chris-szel. De attól tartok, hogy rossz következtetése jutnak. Claire megfenyegetett, hogy hívja a gyámhatóságot. Igaz, hogy mi nem szokásos, boldog külvárosi átlagos család vagyunk, de tudom, Reynolds-éknek sem mentek mindig ilyen jól a dolgok. Ó, megyek és eszek fingós kenyeret. Jó étvágyat, Azazel. Jó étvágyat. Tényleg szeretnétek a fingós kenyér receptjét? Viccen kívül annak a kenyérnek, amit Jana csinált Szilveszterkor, azóta is csinálja, és jobb, mint a bolti kenyér. És akkor Instagramra kiteszem majd posztba, ma küldte Jana a receptet, mert volt, aki kérte, és már elküldtük neki. Viccen kívül írjátok majd meg, hogy szeretnétek a fingós kenyér receptjét. Jó étvágyat. Csak az utána is pukizgatós kenyér. Viccelek, amúgy a valós életben nem, de ezt kellett mondanom. Claire kemény dió anya lelépett. Legyen ez. My mom left my dad a long time ago. She... És köszönöm szépen a szupercsetet. 400 forintból már szerintem azt mondta Jana, hogy a hozzávalók alapján szerintem egy 3-4 kenyeret ki tud sütni, vagy kettőt, úgyhogy... Az is jó, hogy olcsóbb, mint a bolti. Tehát, hogy mi megvesszük 360-i a bolti kenyeret, és ahhoz képest Jana addig 3-at kisüt, tehát praktikusabb is a fingós kenyér. Úgyhogy a receptjét posztolom majd, ha sokan kéritek. Igen. Nos, előbb odaérnek az apa mobillal, mint te. Kizárt, hogy legyőzöd lelkes kapitányt. Később találkozunk, szuper farkas. És most neki menne a... De szakadtam volna, neki ment volna fejjel a postaládának. El ne üsd a gyereket, more! Jó, nyugalom, Dave, nyugi. Nagyszülők most le fognak cseszni. A matricákat még nem a fingósba számoltam. De viccen kívül tényleg minden támogatást nagyon szépen köszönök, srácok. Mindenkinek. Cukik vagytok. Claire? Steven? Vajon hazaértek? Úgy tűnik, mama és papa még nem értek vissza a templomból. Levadázták őket a vámpi. Akarom mondani semmit. Jó van, látom, szeretnétek. És még mindig itt vagyok. Köszönöm szépen az az el, hogy itt vagy velünk. Közben nyugodtan egyél fingós kenyeret. Tudtad, hogy Chris anyukája művész volt? Én nem. Mégis hogyan? Képregényeket, tényleg képregényt rajzolt. Látnod kellene a rajzait, nagyon klasszak. Mint a tiaid. Köszi, kis haver. Mi van? Mi az? Sean? Szeretném megnézni a szobát az emeleten. Tudtam, hogy ez is eljön, hogy benézünk el a szobára, hát már erre várok kb. Egy órája. Léci. Köröznek minket, bujkálnunk kéne, de azért elmegyünk karácsonyi vásárra, hát ha felismer valaki, és utána lecsuknak. Igen, Anna-Mari, én is ezen gondolkoztam, hogy csak elmentünk, és amúgy igen, köröznek, és engedd el. Pont az izginél megyek, majd visszanézem, rendben van, fennmarad, minden visszanézhető. Oké. Tudom, hogy azt vártátok, hogy felmenjünk és nem megyünk fel, vagy hogy nem megyünk fel, de ki fognak ránk akadni, és ne kockáztassuk már be. Viccelek, persze, hogy felmegyünk. Ti se gondoltátok, hogy nem megyek fel. Engem is érdekel, hogy mi van bent. Rengeteg dolga van, ami anyukájáé volt, nekem pedig semmi. Felmegyünk. Csak nem raknak ki minket az utcára. De félek, hogy akkor fognak hazaérni, mikor benn leszünk, ez tuti. Nézzük meg, mit rejt a szoba. Visszatértem, csak majdnem eltöltem a kis ujjam. Vigyázz magadra. Már megijedtél, hogy kimarad, Mirtil? Nem. Valahogy kinyitjuk. I could just blow this stupid door up with my power. De mit csináltál amúgy? De vigyázz magadra, szuper könnyűnek tűnik. Igen, megcsináltnám egy kalapáccsal. De próbáljuk meg inkább megtalálni a kulcsot. Jaj, most bemegyünk a nagyszülők szobájába is. Nézzünk körbe. Ékszeres fiók. Zárt fiók. Talán... Ja, nem.
Bugyingók meg melltartók. Kizárt, hogy átkutassam Claire fiókját. Porcelán figurák. Ú, mennyi volt nekünk vidéken. Nagyszülőknél. Esküvői kép egyúttal. Nézzük meg legalább a dolgokat. Kisbaba kép. Ó, ki tudta, hogy ez muffin ilyen vásott kölyök lesz. De cuki. De szépek voltak. Elakadt az olyan pillanatra, olyan feszülős érzés volt. Tényleg vigyázz magadra. Találj meg, jó, megtaláljuk a kulcsot. Vajon hó, angyalka. Éjjeli szekrénybe tenni, olyan könnyű, egyértelmű lenne. Kulcstartó. Lehetnél még ennél is, írebb. Jaj. Ott a Biblia. Kíváncsi vagyok, mi lett volna, ha másapa elvitt minket volna a templomba. Aha, altató, és ott a kulcs. Nem ez kell, túl kicsi. De akkor tedd vissza, észre fogja venni, hogy elvetted. Vagy nem. Bármikor visszajöhetne. Sietek! Bit like Claire. Yes, csak, Daniel, I know. Tudom, csak nem tudom, hova tehetnék. Okay, Steven. Most már elvettünk egy kulcsot, úgyhogy majdnem mindegy. Hol van? Itt sincs semmi. Not much to see in here. De azért nagyon le leszünk amúgy cseszve. Ruhák, régi cuccok. Definitely no hidden key. Semmi rejtett kulcs. Miért van ott egy akkora lyuk a sarokba, úgy egyébként? Hova a szarba tettétek a kulcsot? Ötletem nincs. Csak 45 másodpercet emlékezz vissza? Bemenni a szobába. Úgy tűnt, ott hagyott valamit. De aztán bezárta az ajtót. Hová tette a kulcsot? Azt hiszem, valamit a zsebébe tett. Persze. Szerinted tényleg ki tudod nyitni úgy az ajtót? Akkor nyisd ki te! Sejtettem, hogy ez lesz. Fuck. Can't find that stupid key. Just go for it. Yes. Hajjaj. Blow apart the whole house. Reméljük, hogy nem bukunk le. Régebben a lábam eltörtem majdnem, mert behajlítottam a lábam, úgy ültem sokáig. Vigyázz magadra, könyörgöm. Tényleg. Na, mit rejt a szoba? Nem sok minden maradt. Erre vártunk. Mit gondolsz, hová tették a többi cuccát? Mindent elvitt. Biztos vagyok benne, hogy... Mik vannak itt? Parfümök? Ott egy plüss mackó. Karen showed it to me once. Hát nem ért, na kíváncsi vagyok, mi volt ez a nagy titok. Hey Daniel. Hey Daniel, ezt figyeld. His name is Ulysses. Úgy hívják, hogy valaki. The hero? A hős, azt hiszem. Képek vannak. These pictures are so random. Random képek. Ott egy vers. Yeah. You finally left forever. Karen Reynolds. Hallom a zöld kórust, ahogy dalol az erdőben, az ősi szürkében, becsomagol engem a favarázs, a daluk, gyökereik olyanok akár a felrobbanó biztosítékok, mikor elrejtőzöm szívemben hallom a hangját, amitől vénebbnek érzem magam annál, de fiatalabbnak a lábamnál zokogó folyónál, ha talajba csúsznék, elnyomják a hangok a felismerhetetlenségig, akár az arcomat a vánkos, keresztül kúszhatnék a féreg lyukon, de azok csak lejjebb vinnének, úgyhogy lomkoronák alatt a folyón túl úgy érzem örökre távozom. Is that an amethyst? Amethyst. She was into new age bullshit.
Ott a családi kép, azt nézzük már meg. They looked happy. Boldognak tűntek. Hát tényleg annak. Igen, majd remélem kiderül, miért csinálta ezt. Ott egy levél. Öregem, ez a levelezőtárs baromira szeretheted beszélni. Mintha én írtam volna ilyen sokat. Szia, kedves Karen, nagyon szépen köszönöm a leveledet, már azt hittem elfelejtkeztél a levelező társadról. Errefelé nagyon unalmas az élet, a te leveleid a legjobbak, amik történhetnek. Azt írtad, hogy néha nagyon magányos vagy odafent, úgyhogy örülök, hogy megtaláltuk egymást. Vicces, hogy milyen nagy családom van, mégis olyan irigy vagyok rád, amiért egyke vagy. Te lehetsz a ház királynője, már írtam neked, hogy hülye bátyám, Keaton hiába a legidősebb testvérem, mégis totál éretlen. Azt hiszi, ő most a király, amiért megszerezte a jogsit. Kit érdekel, csak azt várom már, hogy mi vezethessük, végre találkozhassunk. Hallom, apa kiabál valami miatt, úgyhogy lelépek, mielőtt bármi is rám terelődne. Léci, válaszolj hamar, aztán majd én is gyorsan válaszolni fogok. Tehát a kedvenc levelező társad, Emma, hiányzol. Szerintem ékszeres fiók kulcsát találd meg, amit... akkor néztél, amikor bementél. Ja, lehet, hogy azt találtam meg oda, majd még, ha tudok, visszamegyek. Én nekem még nem volt eltörve, csak a fejem. Tudtommal. Ha már ez a téma a cseten. Régi telefon. Because the no phone rule wasn't such a thing back then. Ott egy faragás. Well. Nos, úgy látszik, Karen már akkor is kiutat kereste. Ó. Okay. Oké. Könyvek, társasjátékok. Read a lot of these in the 10th grade. CD álvány. Elég kevés CD-je volt. CD lejátszó. I think it's not plugged. A láda. Karen szeretett fényképezni. Túra bakancs. Megőrizte a cuccait, napszemüveg. Bőrkorcsolya. Hát érdekes, hogy miket találtunk. Egy kicsit azt hittem valami durvább valami lesz, de nem. Mondjuk jól lett volna, ha vissza tudom csukni, egy doboz. Mindent el akartak felejteni, aminek köze van Karenhez. Érthető. Ó, ő már levette a cuccot. És itt egy levél. Ó, ha itt egy kinyitatlan levél. Miért zárta be az ajtót? Igen. A levél lesz, tuti. Anyától van. Daniel. Ó, ó. Come on. What's it say? Mit ír? Read it. Olvasd fel. Seriously, stop. Here. How about this? Kitartás közben. Hallottam a híreket Seattle-ről. Kérlek, segítsetek a fiamnak, ha hozzátok fordulnának. Fiaimnak. Miért rejtegették? Nem tudom. Ezen a címen elérhettek. Megvan anya címe! Ez egy postafiók, amit néha használok. Mi az a postafiók? Hát... ez esetben egy kifogás. Én kérlek. Könyörgök. Segítsetek a fiaimnak. Ó, igen, na-na. Totál baromság. Hogy érted? Törődik velünk. Nos, én vele nem. Lehet, hogy meggondolta magát. Megpróbálhatnánk felkeresni. Gondoltam, hogy ez lesz. Nem is ismered őt, oké? Ne jusson eszedbe semmi butaság. Nekünk csak ragaszkodnunk kellene a tervünkhöz. Egyenlőre. Can I read it again? Elolvashatom még egyszer? Yeah. Igen. Then we gotta go. Aztán menünk el. Ajjaj, bakker! Excuse me. What are you both doing? Mit csináltok itt ti ketten? Kivéve, hogy láthatóan kifosztjátok a házunkat, míg templomba voltunk. We
is that all you have to say? Claire, please. Nem is tudtam még válaszolni. No, Bakker, azt hittem, hogy nem. Kifejezetten kértük, hogy maradjatok távol a szobától. This isn't her room anymore. There is nothing to see in here. Oh. It's time you learn to respect some rules. Anya levele. Találtunk valamit, igen. Az új levelet találtunk anyától. Azt írta, hogy látni akar minket. De... még el sem mondtad nekünk. Ő többé már nem a lányom. Ó, kitagadta a felégetett minden hidat. Egy levél nem változtatja meg, amit velünk tett. Ujjaj! Most fog lebukni, földühítik a kisgyereket. 8 éve, ne hibáztass minket. Mert kíváncsiak vagyunk rá. De jobban ismerem őt bárki másnál. Ő nem változott, mert csak bűntudata van. Nem tudom ezt tovább hallgatni. Szegény nagyapa. Én is sejtettem, hogy hazaérnek. Figyelj, Sean. Tudom, hogy az élet kemény volt veletek az utóbbi hónapban. Szerencsétek volt. És sok dolgon mentünk keresztül. De ez betörni az ajtónkat, hogy beosonjatok. Ez mutatja, hogy nem tiszteltek minket. Jaj, ne csináld már! Még mi vagyunk a hibásak, hogy a saját anyánk után érdeklődünk, ha maradni akartok. Azt hiszem most lesz, hogy döntsünk, hogy maradunk vagy nem. Nem akar többé megfelelni a hülye szabályaidnak, szóval ezt gondolod? Hadd áruljak el valamit. What? Mi a... a szekrény! Rohadt dolgot rólam. Nem fogja tudni, hanem most kell az erő. Meg ne halljál, nagyfater! Ne, elég. A lábam. Le vagyok sokkolva egyelőre, gyerekek. Bocsi, hogy nincs reakcióm, csak lesokkolt. Tudtam. Ne csináljátok már. Lehet, hogy együtt nem tudjuk felemelni, és eltörik a nagyfater lába, vagy meghal. Használni az erőt. De akkor meg kiraknak az utcára. Ne csináljátok. Hát ebben jobban döntésképtelen vagyok, mint a másikba. Ilyen egy perc kimehetsz alapon lesz szerintem. Használjuk azt a kiszott erőt. Do it, Daniel! No! Do what? What's going on? Oh Lord, what? What are you doing, Daniel? Jedi vagyok, mama! Jedi vagyok, nyugi, nyugi, nyugi. Nagypapó! Oh, my baby, Stephen, are you okay? No, I am. Megmentettem az életét, csak úgy mondom. You were right, Claire. Igazad volt, Claire. Hónapokkal ezelőtt meg kellett volna már javítanom a szekrényt. Azt hiszem, egy nap lustaságom végez velem. Szegény nagyfater, az ég szerelmére mi folyik itt? Ez lehetetlen. Mi vagy te, Daniel? Claire. Figyelj. Megmentette Claire. Csak ez számít. Hát ez a lényeg. Ez csoda volt. Isteni csodának. Ez az. Higgyed isteni csodának. Yes, yes, yes. Jó. Jó döntöttem. Megnyugodtam. Féltem, hogy nem jól döntök. Itt a serif. Bújtassatok el gyorsan. Sean. Sean, én nem... nem hívtuk őket, tudom, mama. Valaki felhívott minket, tudjuk, hogy itt voltak. Egyértelmű, hogy valaki ebből a házból telefonált az unokátok barátjának. Basszus a hívásom! Bújjatok el a garázsba.
Ha a rendőrség átkutatja a házat, bűntársakká váltok. Fogjátok a táskátokat, menjetek ki a hátsó ajtón. Menekülünk tovább. De mindent köszönünk a nagyszülőknek. Tudom, hogy odabent van, láttam az autód a feljáraton. Bár csak többet segíthettünk volna. Ó. Watch out for your brother, Sean. Yes. Be careful. We'll see you as soon as we can, okay? Visszatérünk még. Both of you. Oh, we love you. Now hurry up. Daniel, wait for me. Várj meg, míg felmegyek az emeletre. Csak tudjunk időbe elmenni. Igen, a telefon. Nem baj, én így akartam. Bemérték a házat, sajnos várható volt. Igen. És csak jönnek a rendőrök. Mivel még a második rész, én is sejtettem, hogy nem maradunk itt végig plusz 3 részen keresztül. De azért jó volt egy kicsit boldognak látni őket. Ajaj. Ne, észrevettek! De ez miért kellett? Most már őt is üldözni fogják! Azt hittem amúgy, hogy elüti a rendőr, de ez se jobb. De hát én arra mentem, hogy el fogjuk mondani. De mondjuk nem mondtuk el azt tény. Nem hiszem el. Láttam rajta, amikor észrevette, hogy enyém az erő. Mondtam, hogy hadd tudja meg. Sosem figyelsz. Mindig megmondod, hogy mit csináljak, te pedig azt teszel, amit akarsz, úgy gondoltam. Igen, annyira szórakoztató. Csak próbálom megvédeni magunkat, oké? Jó, hát ez most már nagyon, nagyon kész vagyok. Unom már a menekülést, miért kever bajba minket az erőm? Hát itt most én kevertem a szart a telefonálással. Túl sok intrika van egy epizódban. Én vagyok az egyetlen, aki ezeket meg tudja csinálni. Tudom, de... óvatosnak kell lenned. Hát ennél óvatosabbnak. Találkozunk még papával, mamával? Hát reméljük. Meglátjuk. Hová fogunk menni? Meglátogatjuk anyát, kizárt. Nincs rá szükségünk, oké? Azt mondta, meg akar találni minket. Maradunk a tervnél, irány Puerto Lobos. Oda tartozunk. Senki sem fogja megmondani, mit csináljunk. Azok lehetünk, akik csak akarunk. Azt gondolod? Nem tudom. Bíz bennem. Mostantól. Mi hozzuk a saját szabályainkat. Nézd. Ja, a karácsonyi ajándék. Boldog karácsonyt. Tényleg. De csak 2 hét múlva lesz. Kit érdekel? A dátumok unalmasak, tessék. Jó-jó hozzá. Gee,
Hú. A jó-jó? Egy jó-jó? Nem, hallod, egy szobabicikli. Early Christmas? Korai karácsony a legjobb. Hey. I got something for you. Nekem is van valamim számodra. I wanted to finish it. Be akartam még fejezni, de... We're doing it now, so. Most ajándékozunk, úgyhogy... Egy rajz! Ó, öregem. That's so cool. Ez annyira klassz. Hey. Hey. Listen. Hallod? Ott a fuvarunk, gyere. Mindenki. És akkor most csatlakozunk, gondolom, a Cassidy-ékhez. Az a tippem. Igen, megtaláltak volna szerintem is senki lánya előbb-utóbb. Aha, vonat. Puerto Lobos farkasok kikötője, de jó. Oké, jó étvágyat, Bogi. Köszi, hogy itt voltál. Valószínűleg már lassan zárjuk a részt egyébként. Nem is tudom, mióta megy, gyerekek. Hát, és tudom, 4 óra valamikor indítottam. Már több mint 3 órája megy a rész. Nagyon durva. Na, felszálltunk a vonatra. Ez a vonat, ha elindul, hadd menjen. Szia, vonat. Most azt hiszem vége lesz az epizódnak. Legalábbis ennél más zárást nem tudok elképzelni. Vonatozással fogjuk folytatni a következő epizódot. Aha, folytatjuk. Hú, mennyi minden volt ebbe a részbe. Azt a mindenit. Azt a mindenit. Na, megnézzük a döntéseket. Azt a... Hát volt itt minden. Nagyon jó. Nagyon jó. Én nekem nagyon tetszik a Life is Strange 2. Az egyet is nagyon szerettem, a Before the Storm-ot jobban, és ezt még jobban, tehát tényleg kell a harmadik rész. Nagyon-nagyon izgalmas, és megyünk vonatozni. Biztos vagyok benne, hogy még Cassidy-ékkel szerintem találkozni fogunk, mivel hogy ők mondták a vonatozást, és simán adnám, hogy egy vonaton megérkezünk valahova. Meglátjuk, meglátjuk. Hát én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem. Akik meg lemaradtak részekről, majd nézzétek vissza, és akkor érteni fogjátok az egészet. Keresztanyút nézitek? Igen, igen, elkezdtük, de a Dr. Balatont is, és az abba állunk jobban. Igen, Gombáit nagyon sajnálom, hogy az elején elvesztettük kis Gombát. Nézzük, igen, igen. Hát egyrészt néztünk meg félig, mert nem volt időnk befejezni, de visszanézéssel fogjuk nézni a két magyar sorozatot. A Balatonból már 5 részt láttunk. Jók, mert azok a szereplők vannak szétosztva kb. Akik szerepeltek a Drága örökösökbe, azt meg mi nagyon szeretjük, úgyhogy ez a tipik az, hogy a színészek miatt is nézzük a sorozatot, úgyhogy. Így van, megy a felsorolás, ezzel megtiszteljük a gyártót, hogy így gyorsan legalább fővonultatjuk. Hát nem tudom, hogy idén lesz, a Covid-tól is függ meg a szigorításoktól, tavaly azért maradt el az X-faktor. Mert hogy, hát ugye bejöttek a szigorítások meg minden, és akkor az úgy más. Na, nézzük meg a döntéseinknek az eredményét, miután lassan végigment a lista. Na, Daniel, dobtad meg hógolyóval. Gombát is megdobhat. Valaki megdobta a kutyát, 1% megdobta a kutyát. Mindkettőt megdobta. Közbe léptél és elzavartad. 45%-a megölte a pumát. Hát jó. Együtt imádkoztunk, ez nagyon sok. Sokan választottuk. Meséltél Stephennek Daniel erejéről. Ez 50-50. Úgy látszik, itt nem mindenki döntötte úgy. Ez 50-50% az eddigi végigjátszásoknak. Segítettél a házi munkával, ezt gondoltam. Helyesen cselekedett, azért itt volt egy 29%, aki azt mondta, hogy nem. Laptopot azt is kevesebben használták. Használtad a telefon. Na, erre voltam kíváncsi. Nem használtad a telefont, 67%. 7%
nem tudott beszélni vele, de hazudott az anyjának, oké. Okay. 25%-ba tartozott. Gondoltam, hogy itt kevesen hívták föl a csajt. Nem nyerted el Chris bizalmát, 77% ezt gondoltam. Azt mondta Danielnek, hagyja abba a hazudozást az elejéről. Itt sokan azt mondták, hogy inkább titkolják, ezt is sejtettem. Cassidy dalát nem hallgattad végig, elnézést kérek, de adtam pénzt. Zombikat rajzoltál, űrhajót rajzoltak, nem rajzoltak Chris-szel, semmit nem rajzoltak a legtöbben, ezt nem értem. Danielnek loptad a karácsonyi ajándékot, vettek 57%, oké. Okay. Nem folytál bele Charles gondjaiba, legtöbben erre mentek rá, én is úgy voltam, hogy hagyom egy kicsit. Hagytad az erejével megmeneküljön, igen, erre voltam kíváncsi, 82% használta az erőt. Rendőrök üldöztek titeket, Chris nem ütött el az autó, 39%, volt akkor, akiné elütötte a sztori alapján. Oké, okay. jó. Nagyjából azok a számok, amiket gondoltam. És akkor még tudjátok, én az előzetes a következő részből. Nekem valamiért még mindig az első kedvencem, ott valamiért több fajta embertípus van, nehezebb volt rájönni az igazságra. Az is egy nézőpont, és azt is megértem. Szóval ez az, igen, olyan, mint a csalánmező. Előzetes az újból, és bűzlik is. És a büdös lábad fedezi, pofa be. Na. Azt látjuk, hogy egy csomó növény közt vannak. Körbevezetlek. Tudtam, hogy a Cassidy-ékkel fogjuk folytatni. Monguf takát mindenkinek. Jó, innen fogjuk folytatni a Cassidy szállal. De köszönöm, hogy itt voltatok, srácok. Mindenkinek Monguf takát. Jó éjszakát kívánok, köszönöm, hogy itt voltatok velem, köszönöm a rengeteg lájkot, köszönöm a szupermatricákat, szupercseteket, és holnap találkozunk. Az, hogy milyen live-val, azt én még nem tudom. Hát sejtettem, hogy az volt Zsolt, csak nem akartam bemondani. De hogy... azt még nem tudom, ha nagy SSO frissítés lesz SSO-val, ha nem, akkor másik játékkal, holnap meglátjuk. És ne felejtjétek, be tudjátok váltani a Julkecskét, és az ajándékokat tegnap kijavították. Ennyi volt az SSO-ra a hozzászólni valóm egy kicsit. Aztán Monguf takát, sziasztok, jó pihenést. Bye bye.